Elkezdjük, szeretettel köszöntök mindenkit. A helyzet az, hogy mivel ez az utolsó alkalom ebben a téli, nyárkezdeti időszakban, és hát a János evangéliumát már befejeztük. Tehát aki most véletlenül ide csöppent, az benne találja magát ebbe a helyzetbe. De hát emlékezzünk vissza, az befejeződött. Tehát keresztrefeszítés, feltámadás, passión mentünk keresztül, és aztán érzékeny búcsú következett, hogy majd találkozunk valahol, valamikor, hát az érzékeny búcsú prognosztikuma erre a napra és erre a helyre szólt, de fel volt adva a helyzet, vagy a lecke, vagy ugye az egész ügy, hogy hát ha egyszer már befejeztünk egy témát, ugyanakkor pedig nem lehet elindítani egy másikat, mert ez egy egyszerű alkalom most, hát szeptemberben folytatjuk, akkor mivel lehetne? Hát lehetne nagyon sok mindennel, többek között Tamás apostol ügyeivel, tehát Tamás apostol lesz a főszereplő, és egy olyan evangéliummal nem fogunk most foglalkozni, amelynek elméletileg és elvileg ő a szerzője, és amelyik Jézus mondásait tartalmazza, tehát Tamás apostol evangéliuma. Hát akik újak, akik régiek, azok vissza tudnak emlékezni arra, hogy sikerül szóvá tenni azt, hogy például a Tamás evangéliumot a úgynevezett új testamentumi szövegkörnyezetbe azért illető lett volna beiktatni. Tehát ha valami úgy hiányzik, akkor Jézus mondásai egész biztos, hogy hiányoznak. Az is elhangzott, hogy a nagy egyház, és nem azért, mert olyan nagy, hanem ez a hivatalos megnevezés annak az egyházi irányzatnak, amit mi a két Rómához tudunk lehorgonyozni, az egyik Kelet-Róma, ez Bizánc, a másik pedig Nyugat-Róma, ez a Róma-Róma. Tehát ezt nevezik ma is Magyarországon úgynevezett nagy egyházi hagyománykörnek, és hát a felekezeti hovatartozásnak megfelelően általában az ortodox, bizánci egyház leszokott maradni, és nagy egyházként egyedül a római egyház működését szokták hangsúlyozni. Hát ez a nagy, ez egy eufémisztikus jelző, mert a kereszténységben ekkora nagy bajt valószínűleg úgy felülről irányított és hatalmas kiterjedéssel, egyházi szervezettel rendelkező és kiváló koponyákkal rendelkező vallási alakulat, hát nem nagyon okozott. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek máshol bajok, de ilyen nagy léptékben azt kell mondani, hogy hát az a bizonyos hal és a fej és az az áradat, azok most tényleg összetartoznak. Tehát ha felülről nem indul be valami gyógypedagógiai program, akkor az agyon szervezettség és bonyolítás és vallástalanítás következtében gyakorlatilag, ahogy többször megtárgyaltuk, ez már a vallásnak a legalacsonyabb szintjeit sem fogja Európában elérni. Most Európa elsősorban a nyugati területeket fogja jelenteni, mert azért ez a vallási alakulat Lengyelországban még mindig virágzik, de nem azért, mert Rómából irányítják, hanem azért, mert a lengyel nép ragaszkodik ehhez a keresztény felfogáshoz, és gyakorolja saját választott vallását. Na most, a Tamás evangéliumot kiiktatni, miért iktatták ki? Hát ha az ember nem tájékozódik ezen a vonalon, egyszerűen nem hiszi el. Tehát miután az őskereszténység és az őskereszténység nyomán fogunk majd egyébként tovább menni, hát számon tartotta a Tamás evangéliumot, és számon tartotta az úgynevezett Tamás akták gyöngyhimnuszát is, de most a Tamás evangéliumnál vagyunk bevezetésképpen, egyszer csak úgy lemaradt. Hogy miért maradt le, ennek nagy oka van, két oka van. A mezopotámiai kereszténység világán belül a Tamás evangélium az úgynevezett szent könyvekhez, szent evangéliumokhoz tartozó módon jelent meg. Ez lenne a kevesebb probléma, mert az, hogy mezopotámiai egyház, keresztény egyház létezett, létezik, hát ez vitán felül áll, ezt már ilyen káldeus-babilóni egyházként
tette lehet tetten érni, amit a legújabb háborúk viharai nagy valószínűség szerint majdnem teljesen visszében elpusztított. Most emlékezzünk vissza, a mostani, hát az régen volt iraki háború okán lehetett megtudni azt, hogy létezik egy káldeus babiloni egyház. Tehát nyilvánosságra, tehát úgy, hogy gyakorlatilag ezzel, hogy a keresztény hívek is megismerkedhettek, azzal meg lehetett ismerkedni. Egyetlen egy római katolikus templomban nem volt szimpátia misézés. Azért gondoljuk végig, a káldeus babiloni egyház elméletileg és gyakorlatilag középkor bizonyos szakaszától a római pápaságnak alávetette magát. Most hallottunk-e arról, hogy keresztény eszmekörön belül valaki szóvá tette volna mondjuk a nagyegyháznak és az ilyen típusú hagyományvilágnak az ilyen fajta pusztulását és üldöztetését és bántalmazását? És hát nyilvánvaló módon nem, lehet, hogy van kivétel, kivételek hozzám még nem futottak be, egy biztos úton vannak, akkor meg fognak érkezni, de egyelőre, mint a fehér holló, a fekete holló között valahogyan nyomtalanul röpködnek. Na most sokkal, de sokkal nagyobb problémát okozott a Tamás evangélium nagyegyházi elfogadtatási körén belül az, hogy a manikeizmus, a Tamás evangéliumot az úgynevezett kanonizált művek családjába emelte be. Na most mit ér, de szó szerint kérdezem, mit ér az a ideológia, az az egyházinak nevezett ideológia, amely Tamás evangéliumát csak azért tagadja meg a második nikeai zsinat alkalmával, mert a manikeisták szerették ezt az evangéliumot. Na most érzi az ember, hogy óriási problémák vannak, ideológiai, eszmei, erkölcsi, világnézeti, és leginkább emberi problémák. És hát ezek a problémák most már lassan úgy vannak, mint a mennykő és a villámcsapkodás és a mennydörgés, hogy folyamatosak, és lehetetlen nem észrevenni őket. Na most megújulni nagy valószínűség szerint olyan alapokról, amelyek jelen pillanatban alapnak tűnnek, de ingoványként működnek, hát ki lehet találni, sajnos nem nagyon lehet. Na most az a vonal viszont, amit választottunk, ez nem a Tamás evangéliumának a fejtegetése lesz. Ennek több oka van, hát itt 100 körüli nagyságrendben jelenik meg a Jézusnak tulajdonított mondások és tanítások száma, és ezek velős mondatok, velős kijelentések, és ráadásul mind a 4 evangéliummal rokonságot tartanak, tehát el lehet mondani, hogy Jézus egész biztos, tehát nagy valószínűség szerint tényleg mondta ezeket az igéket. És miért lehet mindezt feltételezni? Hát azért, mert egyrészt, ahogy jeleztem, tulajdonképpen ezeknek a mondásoknak a 4 evangéliumban a különféle változatai megvannak. Ez vitathatatlan tétel, csak mindig van egy kis többlet, ami úgy ráadódik. És ez a többlet érdekes módon teljes egészében, áramlatában az úgynevezett gnosztikus, hermetikus vagy manikeista kereszténység irányába vezeti el, mondjuk a lelkes híveket. És miért? Mert a legtöbb mondás értelmezése gyakorlatilag a mai római katolikus eszmekörön belül tökéletesen értelmezhetetlen. Viszont a gnosztikus hagyomány, a hermetikus hagyomány, most a hermetizmus az jelen pillanatban kereszténynek vagy pogánynak tételeződik, ezt egyelőre tegyük zárójelbe, mind a két ágazatát számon tartja a vallástörténeti kutatás. Tehát nyilván itt most a keresztény hermetikáról van szó. És hát marad maga a manikeizmus. Na most egy ilyen hatalmas nagy szellemi körön belül, hát van egy olyan himnusz, dal, vagy a jó ég tudja, hogy pontosan a műfaji besorolását hogyan lehetne pontosítani. Mindenféleképpen himnikus költeményről van szó, így is híresült el a Tamás Aktág gyöngyhimnusza.
Na most ez a mű, ez végeredményben történelmi szinten is tárgyalható, mert két országot neveznek meg, ma mind a kettővel foglalkozni fogunk, az egyikkel bővebben, a másikkal kevésbé bőven. Az egyik az a Pártus Birodalom, hiszen a Tamás Akták Gyöngyhimnuszának főszereplője, ez minden fordítás változatban, minden szír, minden görög fennmaradt szövegben Pártus királyfiként jelenik meg. Akinek a hazája Pártiában van. Na most itt mit lehet elmondani? Hát az, hogy ez egy történelmi tény. És ráadásul emlékezzünk arra is vissza, hogy Pártia, Pártus nép, Pártus nyelv az Új Testamentumban is megjelenik. Ráadásul ott jelenik meg, ahol hát a legjobb helyen jelenik meg. Tehát amikor Jézus feltámadása után, mennybe menetele után, Szentlélek hatalmas erejű kiáradása történik, és a 12-vé terebélyesedett megint csak apostolok közé, tényleg mint a villámcsapás a mennyből lecsap tüzes lángnyelvek képében maga a Szentlélek. Igen ám, de a Szentléleknek a kiáradása mit fog eredményezni? Tüzes nyelvek lánglelkű nyelvi szólásokhoz vezetnek, és mindenkiben az elrejtett anyanyelvet támasztja fel, vagy nem használt anyanyelvet, vagy elfelejtett anyanyelvet, vagy megtagadott anyanyelvet, és óriási meglepetésként, de tényleg óriási meglepetésként értelmezhetetlen az egész szöveg környezet, és teljesen mindegy, hogy hogyan értelmezzük, a probléma probléma marad. Ha az apostolokra vonatkozik, az is éppen elegendő, na de horribiledik. Ha ez Jeruzsálem lakosságára, akkori lakosságára vonatkozik, még inkább cifrázza a helyzetet. És miért? És hát ez is már elhangzott, tehát ez most mind ismétlés. Ilyenkor vallástörténeti vagy exegetikai művek lábjegyzeteiben, vagy modernebb biblia fordításokban elhelyezett lábjegyzetek erről tanúskodnak, hogy érdekes módon, ismerjük ezeket a megfoga érdekes módon. Tehát amikor már érdekes módon, akkor már lehet látni, hogy ez tényleg nagyon érdekes lesz. Hát ez az Új Testamentum azon belül az apostolok cselekedeteinek egyik legérthetetlenebb mondata, mert az, hogy görögről, latinra, latinról most magyarra hogyan fordítják le, hát annyiféle értelmezés lehet érdekes módon anyanyelvi szinten az első hármasban következő három nyelvet fedezzük fel, akik, és most teljesen mindegy, hogy az apostolok, vagy Jeruzsálem lakossága. De mégiscsak az apostolokra lehet gyanakodni, milyen, mert bezárkóztak. És közben nincs igehely, hogy kizárkóztak, és kiszaladtak a piacra, vagy kiszaladtak körülnézni, hogy mi van Alkonyat tájékán, Jeruzsálem utcái. Tehát csodálkoznak, hogy hogyan mondjuk, halljuk és értjük azokat a nyelveket, amelyekben születtünk. Mi, pártusok, bédek, elámíták. Na most ámulok, hogy elmúlok, mondja József Attila, és tényleg óriási ámulat, hogy minden, hogy úgy mondjam, pünkösdi hittan tanításból kimarad, hogy a Szentlélek első nyelvi megnyilatkozása dokumentált módon, kanonizált szent szövegben érdekes módon az apostolokat olyan színben tünteti fel, mintha ők nem júdeai zsidó származású férfiak lennének. Hát az élet az ilyen, mint tudjuk, többségüket tekintve ténylegesen nem azok, hiszen Galileából származnak, galileai, názáreti Jézusnak a tanítványai, galileusokról van szó, Galilha Goim pedig azt jelenti, hogy a nem zsidóknak, nem zsidó származású embereknek országa, tartománya, hazája, tehát ezt lehet cifrázni és lehet fokozni. Tehát megjelenik bizony, és csak egy emelítés szintjén, na de van egy apróság, a Szentlélek, és a Jézus által megígért Szentlélek első megnyilatkozása
az anyanyelvet, nem pedig kanonizált szent nyelveket fontosnak. Ezt egyszer mindenkorra érdemes lenne megjegyezni, és ugyanakkor pedig a megjegyzés után megbecsülni. Hát felmerül a kérdés, akkor ez a pártus birodalom, a pártus lét, az hogyan helyezhető el? Hát mivel tudni kell azt, hogy elsősorban most nem ez a fő téma, tehát magának a pártus birodalomnak a léte, működésrendje, nagysága, történelmi szerepe, de el kell mondani, hogy pontosan az apostoli időkben, vagy Jézus születése körüli időkben a pártus birodalom hát egyenletesen felfelé szálló úton, amelyekben persze, hogy vannak ilyen, hogy úgy mondjam, hullámzások, de a birodalomnak a fénye egyenletes fénnyel sugárzik, és egyre nagyobb területekre terjed ki. És hát végeredményben azt kell mondani, hogy ez bizony a pártus birodalomnak a fénykorát jelenti. Előtte is van fénykor, még egy rövid ideig utána is lesz fénykor, aztán Szaszanida perzsa birodalom lép be a képbe, megdönti a pártus birodalmat, és ami a pártus hagyományra, írásbeliségre, vallásra, művészetre, hagyományra vonatkozik, azt minden áron megpróbálják elpusztítani. És csak azért mondom, mert mi a múltat végképp eltöröljük, eszmerendszert egy irányból érzékeljük, amelyik irányból az utóbbi évtizedekben, évszázadokban kapjuk. De akik ezt az eszmerendszert mind a mai napig, mint erdőben a vadat úgy gyűzik, hajtják és kergetik, és néha természetesen saját hatáskörükön belül célt is érnek el, hát bizony ennek az eszmerendszernek az ókorban már kiérlelt, ideológiailag megmutatkozó forrásai tetten érhető módon jelennek meg. És ebbe az Achamenida perzsa éppenükben van, mint a Nagy Sándor féle, hellenisztikus kor, a római birodalom éppen úgy benne van, eminens főszerepet játszik, mint a Szaszanida perzsa kor. És utána, ami az iszlám világa felől jön, hát arra szokták azt mondani, hogy ez már csak ráadás. Hát ez már csak olyan, hogy hát ezek után már mivel. És sőt, hát el kell mondani azt, hogy néha az iszlám még esetleg, mint iszlám, még puhább volt és szelídebb volt, mint mondjuk az Achamenida perzsa és a Szaszanida perzsa azokban az időkben, amikor az úgynevezett tűzvallást vagy Zaratusztra vallását próbálták hegemonikus szerepbe juttatni. Hogy aztán a perzsa dualizmusnak és tűzvallásnak mennyi köze van a valódi Zaratusztra valláshoz, hát ez megint egy külön kérdés. De könnyen meg lehet válaszolni, valószínűleg olyan, mint a mai római egyháznak a kereszténységhez. Tehát címszavakban, hangzatos dallamokban, nyilvánvaló módon, hát valóságban viszont itt óriási nagy problémák vannak, és a problémákban pont a manikeizmus, hogy úgy mondjam, kezdett el örlődni azon a területen. A másik ország Egyiptom. Hát nekünk most nagy szerencsénk van, mert kicsit helyzet közelből sikerült megismerni azt a területet, ugyanis a Tamás Akták Gyöngyhimnuszában a fénynek a birodalma a pártus birodalom, a sötétségnek a birodalma pedig nem fogjuk elvinni, az egyiptomi. Na de soha nem értenénk meg, hogy miért, ha nem vonnánk kérdőre, hogy miért. Ugyan már miért. Tehát mit vétett mondjuk egy gnosztikus, hermetikus eszmerendszernek Egyiptom, az egyiptomi múlt, az egyiptomi vallás? Hát keveset vétett, annál többet viszont az Egyiptomot megszálló idegenek. És Egyiptomot az idegenek hát nem tegnap előtt kezdték el megszállni, az utolsó évezred Egyiptom történelmében, tehát ez a Jézus születésével zárul le, és végeredményben 1000 évet megyünk vissza az időbe. Ez az egyiptomi vallásnak, kultúrának, népnek a lassú pusztulását jelzi. Tehát az, hogy egy nép 1000 éven keresztül tud haldokolni, ez azért valamit jelez. Tehát nem azt mondom, hogy lemaradtunk, de még úgy jó 500 évünk van.
Tehát ha 1526 tájékáról adatoljuk mondjuk a haldoklási sorozatokat, tehát hogy érthető legyen, semmilyen okfejtéssel nem lehet kimutatni, vagy megállapítani a nemzet halálnak az aktualitását. Mert nem aktuális. Itt az idiotizmus aktuális. Az elhűlés aktuális. És ez két különböző kategória. Tehát nem a nemzet halál, a nemzet pusztulás itt a legnagyobb veszély, mert nem pusztul. Lüktet. Tehát amikor rossz idő van, kevesebb gyerek születik, amikor jó idő van, több gyerek születik, és hát népesség szaporulat vonatkozásában minden egészséges férfi és nő tudja, hogy elegendő három nap áramszünet. És érdekes módon, amikor ilyen hanyatló demográfiai adatokban mutatkozott meg, az csodák csodájára következő években nem tudni, hogy miért, de hirtelen meglódul. Tehát egy 15 milliós nép, és ezt már nagyon sokszor megtárgyaltuk, kénytelen vagyok így fogalmazni, ha szeretne, de ráadásul nem is akar. Tehát ha szeretne, se tudna kihalni. Viszont a hülyeség az naponta visszatartó erőként jelenik meg, hogy a nemzetet Európa kellős közepén a saját nagyságrendjébe tudjuk értelmezni. Európán a középső tartományában, tehát ez a Kárpát-medence, a 15 milliós magyarság a legnagyobb lélekszámú nép. Ez kinek a legnagyobb probléma átgondolni? Az érintett 15 millió magyarnak. És erre nincs gyógyír. Most gondoljuk végig, hiába a tények, valami, ami ténylegesen a bajok forrása és az elme állapotnak az ellankadására vezethető vissza, ez a tényeket nem tényekként kezel. Tehát erről most úgy szaladtában ennyit, tehát Egyiptomnak úgy 1000 esztendő jut a hanyatlásból, tehát megszállás követ megszállás. Tehát asszír megszállás, perzsa megszállás, akkor görög megszállás, akkor jön a Ptolemaiosz kor, ez a hellenizmusnak a kora, és hát Jézus születése előtt 30-al már ott van a római birodalom. És azért gondoljuk végig, hogy ez mit jelent, ez pontosan azt jelenti, amit mi is megtapasztalunk, Magyarországról nem a magyar emberek üzenete árad ki a nagyvilág felé, hanem Magyarországról általában a magyarországi emberek üzenete árad ki, és a magyarországi és a magyar nem biztos, hogy egyet tud jelenteni. Ez megint csak érthető. Tehát azokban az évszázadokban a Delta-vidék alexandriai központa a kozmopolitizmusnak volt a legfontosabb fészke. Tehát gyakorlatilag ott már az egyiptomi ember, egyiptomi szó, az olyan ritka volt, most maradjunk megint a fehér holló hasonlatánál, mint maga a fehér holló. És hát azért ne felejtsük el, itt nagy hatalmi megszállások ideje van a Delta vidéken nagyon nyilvános módon. Az egyik az a görögség irányából létezik, pedig már hol van a perzsa, tehát ezt már Nagy Sándor elintézte, tehát ezen túl van Egyiptom, csak amivel nem számoltak. A görög még rosszabb lesz, mint a perzsa. És az ember elkezdi feszegetni azt, hogy ezekben a delta-vidéki nagyvárosokban milyen kolóniák élnek, és nem kis létszámmal, hanem hatalmas erejű virágzásként és szellemi központot alkotva, akkor megint a kép egy kicsit úgy színeződik, és tovább értelmezhetővé válik. És hát erre, ahogy mondani szokták, azt a végső keresztet majd a római birodalom fogja föltenni. Tehát gyakorlatilag pont mire úgy Jézus megszületik, a régi Egyiptomnak a nyomai még láthatunk, de inkább már úgy szépen eltűnőben vannak. Na most ez miért érdekes? Hát azért, mert az evangéliumok érdekes módon pontosan Jézus csecsemőkori megmenekülését, hát éppen Egyiptomba helyezi át. Ezt olvashatjuk az evangéliumokban is. Máté evangéliuma nagyon szépen elbeszéli, hogy amikor a három napkeleti bölcs meglátogatta
csillagot követve Jézus rátalál a jászolra, rátalál a szent családra, akkor milyen ajándékokat adnak át, mirhát, tömjét és aranyat. Majd miután kiderül, hogy azért volt egy előjáték az úton, mert ők egyenesen Jeruzsálembe mentek. De Jeruzsálembe akkor senki, és itt most elsősorban a júdeai szellemi irányításról van szó, Heródes is élen járt, az a kor éppen a júdeaizmus irányából kit nem várt? Messiást. Tehát nincs messiás várás, ébresztő. Olyannyira nincs messiás várás, hogy amikor a három napkeleti bölcs, vagyis mágus betoppan, akkor óriási zavar támad. Mert ők mit mondanak? Hát hallottuk, hogy megszületett a király, megszületett a zsidó királya, jöttünk rokon látogatni, hol van, szeretnénk, nincs így, hogy rokon látogatni, de jöttünk, ajándékokat hoztunk, hol van. És akkor kiderül, hogy mi az, hogy hol van. Messiást tetszenének nézni? Hát az a helyzet, hogy most messiás semmilyen karórán nem szerepel érkezési idővel. És mi a válasz továbbiakban? Hogy majd utána kell nézni, hát ha valami, hogy úgy mondjam, a számításokban, a messiás várásban valami hiba csúszott be, de utána néznek és nem sok eredményre jutnak. Minden esetre Jeruzsálemből egyenesen Betlehembe megy a három napkeleti bölcs. Na most, ha ez a Betlehem azonos lenne a júdeai Betlehemmel, akkor gyors kérdés. Akkor Heródes katonái mennének Betlehembe, vagy a három mágus érkezne Betlehembe? Akkor Heródes katonái mennének azon nyomban oda, mert az a Betlehem, én nem jártam ott, de gyakorlatilag karnyújtásnyira. Tehát ki lehet Jeruzsálemből kocogni a tűző napsütésbe, azért senkinek nem ajánlott, és elérkezik Betlehembe. Úgy tűnik, hogy ezt a galileai és ténylegesen dokumentált Názáret mellett lévő Betlehemet illene már végre komolyan venni. Mert ha nem vesszük komolyan, akkor tel is tele van érthetetlen eseményekkel gyakorlatilag mindannyi evangélium, hogy miért úgy történik. És elindulnak abba a másik Betlehembe, és miért lehet tovább erősíteni mindazt, hogy ez az a galileai Betlehem lehetett, mert Szamáriába és Galileába minden prozelita hajlandóság mellett végeredményben Heródesnek nem termett babér. Tehát a Heródes azokban az időkben úgy spontán kirándulást akart volna szervezni magának a galileai Betlehembe, hát először is a seregeket kellett volna összegyűjtenie. És ez pedig nyilván napokba kerül, és napokba telik. Tehát elmegy a három napkeleti bölcs, megérkeznek abba a bizonyos Betlehembe, megérkeznek a jászolhoz, megtörténik a megszületőket, megváltónak az imádása, és érdekes módon jön egy érdekes fordulat. Az evangéliumokban ebben a, tehát a úgynevezett ismert evangéliumokban nem Mária a főszereplő ezekben a pillanatokban, pedig nyilván az. Tehát félreértés ne essék. De az ember azt várná, hogy Máriának álma lesz. Vagy Máriának angyal fog valamit kiilatkoztatni, de nem. József. Józsefnek van álma, és Józsefnek jelenik meg rendre mindig angyal álomban. Emlékezzünk a József név magyar olvasati lehetőségére, hogy az mit jelent. Múltkor az arimatiai József vonatkozásában tárgyaltuk, hogy ez a József, mint józsefség. Hogy ott van Jézus születésénél, és ott van Jézus kereszthalálánál. Az egyik az a József, mint József az ács, a másik pedig a híres arimatiai József, aki leveszi Jézust a keresztről. Tehát miért József? Hát most eszmeiségon, mert aztán tovább lehetne nyomozni, a József nagyon sok mindent jelenthet magyarul is, a Jósfőtől kezdve Jósván keresztül, ez mind a József név változata, de ha van egy J, utána jön egy
ilyen magánhangzó, és utána jön egy sziszegős. És ha ezt a sziszegőst mi S-be visszük át, és a PBVF F-jét pedig V-be, akkor hova jutunk? Hát a jó szívű. Tehát József az tényleg jó szívű. Tehát ez a jó szívűség végig kíséri, hogy úgy mondjam, pontosabban pilléreket határoz meg az indulásnál és a földi élet végénél a jézusi történetben. És hát nagyon sok minden mást is jelent, és hát lehet érezni, hogy ez megint csak lehet ám különféle arámi vagy nem arámi nyelvjárásokban, akár a Józsuénak is a továbbfejlesztett változata. És ezek a nevek, hogy mondjuk Józsué vagy József, hát az egyetlen egy közös alakra megy vissza, Jézus nevére. Tehát itt vagyunk tulajdonképpen a forrásvidéknél. És érdekes módon Józsefnek álmában megjelenik egy angyal, és mit mond? Szedd össze a családot, és mivel Heródes veszélyezteti a csecsemőt, menjetek Egyiptomba. És addig, ameddig nem szólok, mondja az angyal, addig Egyiptomba kell maradnotok. Na most ez miért érdekes megállapítás? Hát azért, mert az evangéliumoknak ezen csoportjában, a szinoptikus evangéliumoknak kettőjében, Máténál és Lukácsnál, tehát ahol a gyermekkor viszonylag részletesen, tehát egyáltalán valamennyire kifejtésre került, tehát ebben a két evangéliumban Egyiptom egy kicsit ilyen pozitívumként jelenik meg. Hát azért ne felejtsük el, hát a gyermek Jézusnak, aki emberfiának született. Tehát van egy sebezhetősége. Úgy meg tud halni, mint egy ember. Tehát azért gondoljuk végig ezt az áldozatot, hogy nem isteni magaslatról szól alá, hanem vállalja az emberi sorsot. Az összes kockázatával, tehertételével, bajával és mindennel egyetemben. És pont ezt a testi szintű védelmet, pont a legkiélezettebb élethalál helyzetben ki fogja biztosítani, vagy mi fogja biztosítani? Az egyiptomi menedék. Na most ehhez képest a Tamás akták Gyöngyhimnuszában Egyiptom az maga a sűrű, sötét veszedelem. Kérdés, van-e ellentmondás? Hát ellentmondás a felszínen van, a mélyben nincs, tehát minden megmagyarázható történelmi szinten, tehát ezt már megtárgyaltuk. Tehát amiről a gnosztikus, hermetikus keresztény Tamás szerzőségét jelző Gyöngyhimnusz szól Egyiptom, az tulajdonképpen egyáltalán nem biztos, hogy történelmi szinten Egyiptomot jelenti, hanem sokkal inkább azt a szóhasználatot, amit megint senki nem gondol komolyan. Ez pedig mit jelenti? Ez azt jelenti, hogy annak a bizonyos Józsefnek, erről is beszéltünk, egyiptomi tartózkodása, hát sokkal inkább igazolható, mint az egész zsidó népnek az egyiptomi fogsága. Miért? Hát azért, mert Egyiptomban semmiféle adat eddig nem került elő, történelmileg hitelesíthető adat az úgynevezett nagy fogságról Egyiptom földjén. És ebben nem az az érdekes, hogy nem került elő, ebben az érdekes az, és ezt mi is megtapasztaltuk, hogy Egyiptomban gyakorlatilag, ha van egy kavics, az is tele van írva a hieroglifával. Tehát ha volt nép, amelyik 3000 éven keresztül írt, akkor az az egyiptomi volt. Ha volt nép, aki minden népet név szerint megemlített, akkor is, ha azok barkával érkeztek és békegalambokat röptettek, akkor is, ha egy núbiait, egy krokodil mondjuk a Nélusban elkapott, gyakorlatilag mindent leírtak. Melyik népnek nincsen gyakorlatilag semmiféle nyoma? Hát pont az érintettséggel büszkélkedő népnek ebben a vonatkozásban egyiptomi fogságra utaló jelenlétét, történelemtudomány, de nem csak az egyiptológia
És ezt kellene végre tudni. Ma az úgynevezett zsidó állásfoglalás egyetemi katedra szintjén az micsoda. Magyar nyelven is lehet olvasni ezeket a könyveket. Az, hogy nincs. Az, hogy nincs. Na igen ám, de Tel Avivban egy professzor ezt leírhatja. Budapesten egy énekes koldus ki nem mondhatja, mert megadóztatják esetleg. Vagy valami más baj történik. Tehát, hogy érthető legyen, itt teljesen tiszta ügyekről van szó, ráadásul a zsidó vallástörténeti 20. századi hagyomány, nyugodtan Freud óta lehet 20. századi vallástörténeti hagyományról beszélni, becsületesen, tisztességesen elmondják, hogy nem volt. Vagy legalábbis még semmi nem került elő. De még egy szita kötő szárna sem, amire mondjuk egy felség jelvéként valami fel lett volna betüntetve. Viszont, és ez az érdekes, volt egy olyan nép, amelyik tényleg ott volt Egyiptomban, tényleg kívülről ment be, és tényleg, mint nép, kénytelen volt Egyiptomot elhagyni. Ők viszont a Hikszoszok voltak. Na most Hikszoszoknak a delta vidékén lévő fővárosát Avarisznak hívták. Ez az Avar, eleve ez a városnak a névváltozata, csak milyen nyelven. Hát valószínűleg nem valami óakkád nyelven, és valószínűleg hát nem núbiai nyelven. Tehát, hogyha egy úgynevezett pásztor királynak tekintett nép várost épít, akkor egyszerűen városnak fogja hívni. Na ez maga Avarisz, mert hogy hogy ejtették, ezt gondolom tudjuk, ez megint a ejtés kérdés. Magánhangzókat nem tüntettek fel, egyszer s mindenkorra meg kellene ezt már végre jegyezni. Tehát van egy V, van egy R, és van egy sziszegős. A városnak várost épít. Ugyan már mi lesz a neve, akkor magyarul is érthető módon. És mondhatom, Avarok fővárosa az maga a vár. Tehát ez egy város. És tényleg van egy olyan történelmi időszak, amikor Egyiptom a betolakodókat, és a betolakodó most idézőjelben, mert Egyiptom pont abban az időszakában nagyon elpuhult. Tehát ismerjük el jóléti társadalmaknak az elpuhulási attitűdje. Tehát megjelenik a delta vidékben egy fegyelmezett pásztor katona nép, aki az íjászatot, a lovaglást és egyáltalán a férfias viselkedést halálosan komolyan veszi. És Egyiptomban, mint egy ilyen gyümölcsoltóákként vagy hatásként, szó szerint azt a virtust oltották bele, ami az előző évezredek révén már egy kicsit kezdett lecsengeni. Viszont eljön az ő drámai idejük, hát a úgynevezett hellenizmus korából származó történetírás Manetonnal az élen, aki egyiptomi pap volt, de már Ptolemaiosz uralkodónak, egyiptomi fáraónak, Ptolemaiosok azok görögök voltak, tehát Kleopátra az utolsó sarjadék, ugye a hírességek közül, és érdekes módon talán ez a nő volt a legjobb. Akkor el lehet képzelni, hogy a puha, lagymatag, de tényleg plötty Ptolemaiosok mit képviseltek, hogyha egy nő, aki tényleg nő volt, tehát nőnek nő, tehát nem olyan módon, hogy férfi, de különben meg nő. Ptolemaiosoknál ez igen gyakran előfordul, hanem nőnek nő. Tehát tényleg állítólag, tehát maguk az egyiptomiak állítólag szerették. Tehát én ezt simán el tudom hinni. Osztani tudom ezt a fajta gondolatot, már csak azért is, mert ez a fáraó nő, ez gyakorlatilag, ha pártus követet fogadott, akkor milyen nyelven beszélt a pártus követtel? Pártus nyelven. Ha hetitát fogadott, hetita nyelven. Ha föniciait fogadott, föniciai nyelven. Ha líbiait, líbiai nyelven. Ha etiópot, etióp nyelven. A rómait latinul beszélt. Kire emlékeztet ez a nyelvi zsenialitás? Mátyás. Mátyás király.
Tehát ő mindig tudod bárhonnan származó követet úgy fogadni, hogy a követ nyelvén szót értett vele. És ezek történelmi tények, tehát nem egy ilyen túlcicomázott, hogy úgymond végre egy nő a fáraók trónján, hát akkor az úgynevezett nőmozgalom keretében már kölcsenek róla. Nem, ezt már az ókori történetírók megjegyzik, és követjárásokból kiderül, ez elképesztő egy nő személy volt a maga nemében. Na most visszatérve Manetónra, aki hát egyiptomi születésű volt, de görög nyelven írta meg Egyiptomnak a történetét, ő 500 éves Hükszosz jelenlétről beszél. Na most gyors kérdés. Ki jobban tájékozott? A mai egyiptológia, ami még 100 évet sem ad mondjuk a Hükszoszoknak, vagy mondjuk egy egyiptomi, hát persze Ptolemaiosz szolgálatba, aki 500 évről beszél. De erre azt mondják, hogy jó, akkor állapodjunk meg kettő között félmutálnak. Egy biztos az úgynevezett pásztor királyoknak, mert a Hükszosz nevet Josephus Flavius zsidó történetíró is onnan magyarázza, hogy azt jelenti, hogy pásztor királyok. Tehát az, hogy pásztor, már ezt is kétségbe vonják egyébként, tehát a legújabb lexikális adatok azt jelzik, nem azt jelenti a Hükszosz, nem is jelentette azt, mert mint tudjuk, a hük az azt jelenti, hogy hük, a szosz pedig az a szósz, ami a hükköt nyakon adta. Tehát körülbelül, most ez nem így van, de körülbelül ekkora eltérések vannak. Hát könyörgöm, egy ókor végi honi, egyiptomi honi történetírás, ráadásul egy zsidó történetírás, Josephus Flavius zsidó származású római állampolgár. Tehát ha leírják, hogy pásztor népről van szó, és a nevük jelentése pásztor király, akkor az egyiptológia feje tetejére állhat. Annyit ér majd az okfejtés. Csak hogy, ahol a pásztor nép van, pásztor társadalom, pásztor királysággal, az általában nem nagyon lehet indo-európai, és nem nagyon lehet szemita, hanem sokkal inkább szkinta. Tehát itt van tulajdonképpen, ahogy mondani szokták, a Hükszosz sorsnak a jelenléte. Na most ők tényleg kiszorulnak Egyiptomból, de lehet, hogy maguktól is kimentek volna. De egy biztos, mint nép, a delta vidéket népként elhagyják, és kimennek Egyiptomból. Tehát egyetlen egy nép egyiptomi kivonulását lehet történelmi szinten igazolni, az pedig maga a Hükszosz. Na most, hogy miért kanyarodtunk el ennyire? Mert amit nem vesznek komolyan, és nagyon sajnálom, hogy nem vesznek komolyan, az a következő. Egyiptomnak a sémi nyelvekben felbukkanó névváltozata, az nem Egyiptomot jelenti. Az általában jelent valami. Tehát a Mizraim, Mizraim, ezt tulajdonképpen rávetítik Egyiptomra, de eredetileg nem Egyiptomot jelenti. Magyarul Mizraimból ki lehet vonulni, Mizraimba be lehetett menni a húsos fazekak környezetében, de az nem biztos, hogy azonos volt a történelmi Egyiptomban. Mert a Mizraim csak annyit jelent, hogy ellenség. Most gondoljuk végig. És az a baj, hogy nem gondolunk. Nem azt mondom, hogy innentől minden megmagyarázható lenne, de azért nagyon sok minden értelmezhető lenne, márpedig azért is, mert pontosan azokban az évszázadokban, ráadásul Egyiptom, hát annak a térségnek vitathatatlanul nagyhatalmi tényezője volt. Tehát én Egyiptomba be tudtam menni akkor is, ha a Nílus vidékét soha nem láttam. Miért? Mert egészen fel Kádesig, Szírián keresztül, majd Líbiáig és majdnem Etiópiáig a térség kinek a ellenőrzése alatt állt? A fáraó birodalma volt. Tehát ez egy hatalmas terület. És egy ilyen fajta, hogy úgy mondjam, egyiptomi beszűrődés a
Tamás Akták gyöngyhimnuszában, azt mondja az ember, jó, rendben van, tárgyalási alap, amúgy is az eredeti szöveget kellene látni és érzékelni. Na de, hogy lehet most egy ilyen helyzetből mégis tovább menni, mondván, hogy tényleg a Tamás Akták gyöngyhimnuszában végeredményben két ország van megnevezve. Az egyik Pártia, a másik pedig Egyiptom. Eszmei Sípol, és ezt nem én mondom, Kákosi László írja, ő az a méltán híres, már elhunyt egyiptológus, ő Vörös Győzőnek is a mestere volt. Most az ember mindig fájdalmasan állapítja meg, és soha nem fogom ezeket a mondatokat, hogy úgy mondjam, visszafogni, de mégiscsak el kell mondani, hogy például egy Dobrovics Aladár, mint egyiptológus. Hatalmas kitekintése volt. A tanítvány Kákosi is. Hatalmas kitekintése volt. Például a vallástörténeti, kortudományságának, csillagászati szint, asztrológiai szint, asztronómiai szint. És Kákosi László úgymond legjobb tanítványai pedig, az ember nézi, gyerekek, hol tanultatok? Hol tanultatok? Itt óriási gondok és problémák. Tehát az, hogy vannak ásató régészek, Kákosi is ásató régész volt, magyar érzelem nélkül. De hatalmas látókörrel rendelkezik. Tanítványok közül van olyan, aki tényleg zseniális, fiatal kora elleni számon tartja az egyiptológia, és az ember várja, hogy győzzön. Mert így győzni kell. Hogy a mesternek a látókörén belül marad. Ez egy nagy bravúrán mester-tanítvány kapcsolat vonatkozásában, és hát mester-tanítvány kapcsolat vonatkozásában kötelező érvényű is. Tehát Kákosi az foglalkozott a vallással, foglalkozott a hagyományvilággal, és még tudott sivatagi homok alá került rögöket kiásni. Tehát a kettő nincs ellentmondásban. Az egyik egy aktív, a másik pedig, tehát egy fizikai, a másik pedig egy szellemi út. És a kettő néha nagyon jó, hogyha édestestvéri kapcsolatban van egymással. Na most ő a Fény és Káosz 1984-ben jelent meg. Viszont nélkül gyakorlatilag. 1984 gondolatkiadó Fény és Káosz. Hát akkor még általában egy átlagos olvasó számára ez a mondat nem jelentett semmit. Pedig akkor már Badinyi Jós Ferenc igazán húzta az emigrációban a pártus birodalomra vonatkozó harangokat. Csak hogy hogy van idomítva mondjuk egy mai oktatási rendszer? Hát úgy van idomítva, ahogy az idomítás csodájaként idomítani szoktak jószágokat. Tehát az megtanítják a soron következő orientalistának, történésznek, nyelvésznek, hogy mi a jó az ő elképzeléseik szerint, és mi a rossz. És miután megtanulta, utána már hiába jönnek a tények, ő egyszer megtanulta az egyetemen, őt már ez nem fogja érdekelni. Tehát leír Kákosi a pártos birodalomról, majdnem olyan fontos dolgokat, mint Badinyi Jós Ferenc. Csak Badinyi Jós Ferenc természetesen úgy szépen a nemzeti romantikával úgy nyakon tudta önteni saját mondatait, és ezek nagyon hatásosak voltak. Kákosi nem öntöketett, hanem hideg precizitással leírt dolgokat. És ez pedig, hogy nehogy arra gondoljunk, hogy nem tudom saját szavaimmal elmondani, most jön a vízöntő paradoxon, felolvasom. Mert saját szavaimban is el tudnám mondani, de sokkal jobb, hogyha az ember felolvassa. Tehát, pártus birodalom a gnosztikusok szellemi fénybirodalmát szemlélteti. Magyarul Jézus születése körüli évtizedekben a pártus birodalom nem csak történelmi alakulat, még egyszer elmondom, mert ennek súlya van, ennek a megállapításnak.
a gnosztikusok szellemi fénybirodalmát szemléltetik. Na most hol éltek gnosztikus közösségek ezekben az évszázadokban? Úgy kellene fogalmazni, hol nem éltek gnosztikus közösségek ezekben az évszázadokban. Tehát akár Anatólia, akár Kis-Ázsia, Elő-Ázsia, Észak-Afrika, vagy szétszórva bárhol a világban, hogy tekintettek a beavatottak? Mert ez azt jelenti, hogy valamibe beavatódik. Ettől gnosztikus. Tehát valamit tud. Hogy tekintettek a pártos birodalomra? Úgy tekintettek, mint az akkori emberi horizont, tehát történelmi horizont vonatkozásában az egyetlen társadalmi szinten is működő képes fényforrásra. Tehát a fénynek a birodalma. Hát ezzel szemben mondanám azt, hogy hát miért nem a római birodalmat tette meg ellenpólusként a úgynevezett Tamás Aktár Gyöngyminusza. Azért, mert a római birodalom, mint Róma, semmit nem tud ellenpontozni. Miért? Mert én azt mondom, hogy valami, ami nincs, de tényleg nincs, viszont nagyon jó a reklám háttér, nagyon jó a világsajtó, és minden értéket, ahol beteszi a lábát, kiírt, na ez maga a római birodalom. Tehát ahol megfertőztek viszont, tehát szó szerint megfertőztek egy maradandó szellemi világot, az pontosan Egyiptom volt. És ezért a Tamás Akták Gyöngyhimnuszában egy kérdés van. Le tudsz-e menni Egyiptomba, és ott a vészt hozó sárkány által körülölelt gyöngyszemet fel tudod-e vinni a fénynek a honnába? Tehát, hogy érthető legyen, Egyiptomban még akkor is van valami. De ez a sötét, iszonyatos sárkány, ami a Jelenések könyvében sem a jót jelenti, ez már teljes egészében ott terpeszkedik. És szó szerint az utolsó fényszikrákat, és ez a két világ közötti különbség, a pártus és az egyiptomi között. A pártusnak az előzménye, a jelenléte és egyáltalán a jelenlétéhez köthető forrásléte, az nem is annyira pártus, mint a kettő ugyanaz. Szkíta. Na most mi a különbség a szkíta és az egyiptomi nép között? Megint nagyon egyszerű dologról van szó. Pontosan ezekben az időkben, évszázadokban a két legősibb népnek egy eurázsiai léptékű bölcsesség, a két legidősebb, tehát legősibb idők óta népnemzeti szinten, saját nyelvében, kultúrájában, vallásában, identitásként, kontinuitásként jelenlévő nép, mindössze kettő van akkor. Az egyik a szkíta, a másik az egyiptomi. Na most mi a kettő között a különbség? Ha lehet így megfogalmazni a tételt, nagyon egyszerű egyébként. Az egyik az egy statikus alakulat, ki lehet találni, hogy ez melyik lesz, az egyiptomi. A másik pedig dinamikus. Na ez a szkíta. Tehát ez azt jelenti, hogy a szkíta az mindenhol ott van, de mire egy néven azonosítanák, már egy másik néven megy tovább. Miért? Mert dinamikus. Állandóan megújul. Az egyiptomi pedig állandóan úgy marad. Na most úgy tűnik, hogy az emberiség szempontjából ez viszonylag nagy szerencse volt, hogy a dinamikus műveltségtípus az gyakorlatilag Mátyás haláláig nagyhatalmi státuszban Európa kellős közepén még létezik. Miért? Mert ha a statikus műveltségtípus maradt volna meg, de a dinamikus eltűnik, akkor ma sokkal rosszabb lenne az emberiségnek a szellemi távlata, vagy egyáltalán lehetőségükre. És miért? Mert az egyik az konzervál, az nem jelenti azt, hogy azon belül nem teremtget, de mégiscsak nagyon ad arra, hogyha kell, 3000 évig semmi nem változik. Mi ez a semmi nem változik?
ha megjelenik domborbőven mondjuk egy ember alakos ábrázolás, akkor olyan, hogy a fejfél profilba, vagy mondjuk hogy, az maga a lehetetlenség. Ha ott valaki úgy faragott volna meg mondjuk egy oszlopot, valószínűleg még aznap őt faragták volna vissza, mert az élete bánta volna. Tehát ez azt jelenti, hogy nem változik valami. És miért nem? Mert a kozmosz időrendjében, a legmagasabb időrendekben, ha én innen nézem, akkor mit tapasztalok? Azt, hogy valami nem változik. Tehát a mi múlandó életünk az pillangó szárnyán rohan tovább. A mi mikrokozmikus természetünk. Na de az ember mikrokozmikus lénye, pontos tükörképe a makrokozmosznak. És ott már nincsenek ilyen típusú változások, amelyek ennyire gyorsak. Tehát domborbőven, festményen, fél profil, tehát ez maga a fej, övvonal, nyakvonal között szembenézetet ad, és utána a lábaknál megint ad egy oldalnézetet. És hát illő lenne eltűnődni azon, hogy a hivatalos egyiptológia szerint 3000 éven keresztül ez miért nem változik. Azért gondoljuk végig, egyszer csak jön egy játékos kedvű szobor, faragó, vagy relief szar, faragó, vagy domb, és azt mondja, hogy gyerekek, mi lenne, hogyha ez a rész fordulna szembe, a vállak fordulnának így oldal, és akkor a fejet megint így ki. Hát tulajdonképpen olyan sok csavar nincs a dologban, három variát, de valami változtatás. Nem lehet. Miért? Van egy szellemiség, van egy lelkiség, és van egy testiség. És a középső tartomány a lelkiség, és úgy tűnik, hogy itt minden lélekből fakad. És a szellemiség csak úton van, és ebből a szempontból ez az úton lévő szellemiség rá van utalva a testiség haladási irányára, mert a lábfejek is, a lábállás is így jelenik meg. De röviden jelezve, visszatérve a problémára, ez a statikus is nagyon lassan változik, de 3000 év alatt alig lehet észrevenni. Na igen ám, de a világnak, ennek az emberi életnek egy emberöltön belül sokkal gyorsabb a ritmus képlete. Tehát igazából mind a kettő nagy bravúr. Tehát, hogy miért ez a két nép maradt együtt, a szkita és az egyiptomi, mind a kettő nagy bravúr. Tehát állandóan teremtés mentén megújulni, teremteve megújulni, újjászületni, de úgy, hogy nemzedékről nemzedékre, vagy őrizni azt az egyetlen egy utat, amit kaptunk, hangsúlyozom, mind a kettő értékes, mind a kettő fontos, mind a kettő egymásra van utalva, de ha a dinamikus leáll, akkor a világnak is vége. Na most a magyarság melyik műveltségtípus letéteményese és örököse? Nyilván a dinamikus, a teremtő. Tehát ha leáll Kárpát-medencében a magyarság, tényleg eljön a világ vége. Tényleg eljön a világ vége. Hát azokban az időkben, amikor a precessziós napfelkelte belépett a halak csillagképbe, akkor csak Egyiptom vége, hát csak Egyiptom vége jött el. De ha ez a műveltségtípus mondjuk kiesik, megszűnik létezni, akkor az emberiség számára egy napnyi reménysugár sem marad már fent. De felmerül a kérdés, ha van egy sivatag, és én naponta nagy lendülettel két dézsa vizet kiviszek oda és kiöntem, azzal jót teszek, vagy rosszat teszek? Rosszat teszek. Tehát a dinamikus kultúra típusnak is megvan a hátulütője. És most egy kicsit ilyen helyzet van. Tehát nagyon sokan, hiába minden igyekezett, néha olyan, mintha a sivatagot üldözgetnék. Annak a kis futó homoknak arra a rövid időre nagyon jól jön az a dézsa víz, de ettől az élet dézsa víze az nem fog megjárni. Tehát az maga a megoldhatatlan helyzet. Tehát
eljutottunk akkor idáig, és akkor szépen térünk vissza most már az úgynevezett Pártus királyfi sors történetére. Tehát van egyáltalán sors történet ennek a Pártus királyfinak, miért Pártus? Ezt már itt próbáltam érintgetni, és még egyszer valamit jelezni szeretnék, amit a Kákosi idézetből talán nem derült ki, ami hihetetlenül fontos és lényeges. Tehát beavatási tanításokon alapuló misztérium vallások számára a misztérium vallás miért lényeges? Hát nem azért lényeges, mert mondjuk kiirtották, és fájó szívvel emlékezünk vissza rá. Fel kell tenni a kérdést, miért írtották ki a misztérium vallásokat. És tudunk-e egy olyan dátumot meghatározni, ami most már a misztérium vallások és Jézus születése előtti évezredekre visszamenő szellemi tanítások végzetes visszaszorulását jelent. Nem fogjuk elhinni Attila halála. Tehát Attila, amikor meghal. A meghal az idézőjelben. De egy biztos, ahogy Mark János császár a magyar krónikák szerint megálmodja éjszaka álmában, mert a bizánci császár álomlátó császár. És Mark János császár tényleg nagy ellenfele, hát végül is. Tehát legalább egy katona császár volt, nem pedig egy eunuk. És ő egyszer a következőt álmodja. Látja álmában az eget, a csillagos eget. És Attilának az aranyíja, ami ott van az égen, el van törve. És ebből tudja a császár, hogy Attila meghalt. Tehát ez mit jelent? Egy hatás, ami kozmikus szinten a nyilason keresztül, de a tejút központból érkezik, ez megszűnik. És földi élet vonatkozásában ennek beláthatatlan következményei vannak, de hogy érzékeljük azt, hogy mit jelent egy második bejövetel, egy árpádi visszajövetel, hát közel sem volt ez annyira tragikus, mint ami majd a második Attila halála után fog a Földön bekövetkezni. Kit nevez a baráti és az ellenfél hagyomány második Attilának? Mátyás király. Tehát meghalt Mátyás, oda az igazság. Na most, 1490, és rá 36 évre. Tehát ez nem csak a Mohácsi csatavesztés miatt jelentős dátum. Az egész Földön mi történt? Afrika ki van fosztva. 10 millió asztékot lemészároltak. Távol-Kelet meg van gyalázva, India tönkre van téve. 36 év alatt. És azóta abba az irányba megy a világ, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Na most, többször elhangzott, azért illik elmondani, magyar krónikák megemlítik azt, hogy Attila azért még készült ám Róma után nagy tettekre. Két helyszínt említenek. Az egyik Mezopotámia, mondván, hogy Attila földi létből való távozása előtt azt tervezte, hogy mezopotámiai kérdést tisztázza. Ezt érteni is lehet, hogy miért. Miért? Hát gondoljuk végig, hogy itt már Szaszanida perzsa birodalom van. És a Szaszanida perzsák gyakorlatilag melyik műveltségtípus tépték ki gyökerestől Mezopotámiában? A mezopotámiai. A folyam közi, az ártéri gazdálkodást lélegeztető módon működtető műveltségtípus, utoljára ez maga a Pártus volt. És például Bonfini, aki 1480-as években kerül Magyarországra, Mátyás udvarában, tehát ő ismeri Mátyás, néha Mátyás szavait írja le. Elmondja Bonfini, hogy a katalonumi ütközet előtt nem Mátyás, hanem Attila. Mikor Aécius-szal és a 10
nyugati uralkodóval megütközött a Katlan csatában, a népek nagy csatájában. És akkor dől el átmenetileg jó irányba megint a világ sorsa. Csak hogy nagy csatákra van szükség. Hogy azt a zuhanási sebességet, amivel a halak világ hónapban a kozmikus korszakok is elkezdtek zuhanni, ezt valahogy mérsékelni lehessen. És 1480-as évek második felében Bonfini elmondja, vagyis leírja, hogy Attila magyar király a katalonai ütközet előtt övéit mivel bíztatta. És oldalakon keresztül írja Attila szavait. Na most Bonfini honnan értesülhetett Attila szavairól? Egy, megnézte, hogy hány ujja van, a kedveset kiválogatta, vagy kiválasztotta, és elkezdte szopni. És valamelyik ujjából, hogy úgy mondjam, úgy bő folyamokként sikerült neki. Na, tehát ezt megtenni. Vagy a magyar királyi udvarból szerzi az értesülést, ne adj Isten magától Mátyástól. És ebben a következő szózatot mondja Attila. Emlékezzetek pártus testvéreinkre, akiket a rómaiak soha nem tudtak rabigába hajtani. Na most történelmi tény. Pártus birodalom 250 tájékán, de már 25 tájékán Jézus születése után elbukik. 1480-as években Magyarországon született krónikában Attila a katalonai ütközet előtt milyen hősiességgel bíztatja az ő hunnyait, vagyis magyarjait? A pártus hősiességgel, a pártus erkölcsel. Tehát ezt mindenféleképpen, hogy úgy mondjam, számon kell tartani és figyelembe kell venni. Hát az, hogy más vonatkozásban itt többet nem lehet elmondani, hát egyébként messze el lehetne még nagyon sok mindent mondani, ezt megint egyelőre úgy szépen, ahogy szoktuk, zárójelbe tesszük. Tehát visszatérve, most már megint csak arra a szintre, ami a grósztikus szövegben szerepel, és abban a kérdésben, hogy miért fontos dátum az, amit mi 453 tájékán helyezünk el, vagyis Attila, hogy úgy mondjam, a közvetlen hatás, amikor megszűnik. Kiderül, hogy akkor áll feje tetejére a világ. Tehát ha misztérium vallások még léteztek, érdekes módon, minthogyha szó szerint, minthogyha valahonnan a hír eljutna valahova, és már aznap vagy másnap, amikor Attila nincs átmenetileg, megindul az iszonyat. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a misztérium vallások maradékai, azokat nem úgy, hogy betiltják, hanem egészen egyszerűen mindent földdel tesznek egyenlővé, és gyakorlatilag mindenkit lemészárolnak. Egy más típusú vérengzés római birodalom területén, valahol Szardínia szigetén történt meg az az eset, amikor több ezer, ez még Jézus születése előtt, Ízisz hívőt, egyiptomi istennő, keresztre feszítettek. Na most, micsoda gépezet az, hogyha nem ért egyet valakivel, hát ez ugyanaz a gépezet, ami van működik. Viszi a demokráciát, senki nem kér. Könyörögnek, hogy ne hozzátok a demokráciát. Nem baj, a demokrácia játékszabálya szerint először ki kell írtani mindent, ami onnan nézve nem demokratikus, de hogy mi a demokrácia, senki nem tudja, mert az, hogy szabad szólás, gyakorlás, érdekes módon próbálja meg valaki. És akkor legyen nála természetesen egy ilyen nemzetközi szintű jogi könyv, meg három ügyvéd, akit éppen fizetni fog annak érdekében, hogy ne 50 évet kapjon, hanem csak 49 évet. Ekkora a szabadság. Tehát azt kell mondani, az ördög
kénytelenek patetikus módon nyilatkozni, ez a szemfényvesztés. Tehát elképesztő hatási fokkal gyakorolják a szemfényvesztést. Mindenki tudja, hogy semmi nem úgy van, ahogy van, de mindenki fél. Miért fél? Mert hát, ha egy baktérium, hát, ha egy vírus, hát, ha egy fegyver, magyarul fortélyos félelem igazgat most már a földnevezetünkben. És az emberek nem annyira leépültek, mint amennyire mutatják, hanem félnek. Zsigerből félnek. Mert nem lehet tudni, hogy ezek mire képesek. Inkább kollektíve megjátsszák gyakorlatilag a népek a nagy szamarat. És gondoljuk végig, ha kollektíve nem játszanák meg a mai feltételek között. Szemrebbenés nélkül bárhol, bárkire rá lehet fogni azt, hogy szélsőséges, kirekesztő, és hát a megelőző csapást eszközölni kellett, mert ha nincs megelőző csapás, ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Na de. Tehát 453, hát ez úgy megközelítő dátum. De ez tényleg egy határpont. Ez egy olyan határpont, hogy onnantól kezdve a Földközi-tenger medencéje. És a Földközi-tenger medencén túlterjedő több száz kilométeres sáv. Ebben a Kárpát-medence is beletartozik. Tehát egy ilyen nagyságrendű területen. A kereszténységnek nem a helyi hagyomány lesz az alapja, hanem az ótestamentumi hagyomány. Tehát előtte való évszázadokban egy kopt keresztény számára mi a kereszténység? Az ókori egyiptomi hagyománnyal békésen megférő, abban a szóhasználatban újkori, isteni kinyilatkoztatás, vagyis a kereszténység. De mire alapozódik? Az ókori Egyiptom évezredeire. Na most ez 450-es években megszűnik létezni. Egyiptom talán a legdrámaibb és legjobb példát mutatja. Lent valahol délen, ott az első katarakta, zuhatag, vízes és a történelmi határ, ókori történelmi határtájékán vannak ezek a nagyon szép szigetek, az Elefántinél, meg ez a bizonyos Pilei sziget. Na most érdekes módon az egyiptomi vallás bölcselet a maga papjai révén itt marad meg a legtovább. Tehát itt Ámon papsága, Ízisz papsága tovább tud tevékenykedni. 400-as évek első felében még ismerik a hieroglifákat. Aztán még, amit el szoktak mondani, ez tényleg megejtően szép és látványos, itt Philae szigetén az Ízisz szentély, ez nem csak Ízisz kultuszát jelentette, hanem a Szent Sólyomnak is a kultuszát jelentette. És volt egy hatalmas nagy sólyomnadár. Honnan tudjuk, hogy hatalmas? Mert így írják le. Na most a sólyom végy ekkorát vagy ekkorát, de a sólyom az nem egy nagy testű madár. Viszont itt rendre valami, hát nem azt mondom, hogy grifre emlékeztető, de valami nagyon nagy madárra emlékeztető leírást adnak, és ráadásul a tollazata is meglepően színes. Tehát zöld, kék, piros, sárga, fehér, tehát gyakorlatilag, mintha nem is sólyomról lenne szó, a szivárvány minden színében szikrázik és tarkálik. Na most ez a madár, ez ott lakott Philae szigetén. És időnként, amikor röppájára állt, és hát itt jön a papság, akkor figyelték, hogy ez a madár mit mond. Mert időnként szinte emberi hangon szólalt meg, amit viszont csak a papok ismertek, hogy milyen nyelven, és Ámon a mennyei főhatalomnak, Istennek az üzenetét hozta. Na most, 400-as években. Aztán vannak művek, amelyek átviszik az 500-as évekbe. Miért? Na lehet tudni, még csak véletlenül se vegye valaki észre, hogy Attila a korszakos határ. 530-ban itt már hieroglifák nem voltak.
és szemrebben és nélkül nagyon sokan leírják, hogy hát tulajdonképpen 500-as évek végén itt még a hieroglif, ne tessék mondani. Viszont a 400-as évek elején még igen. Na most itt a Kárpát-medencében, hármas koporsó belsejébe és hullám alá kerül Attila. És mi történik? Elszabadul gyakorlatilag az iszonyat a földön. Ezeket a papokat lemészárolják, tehát a régi vallás papjait, minek a nevében? Hát annak a vallásnak a nevében, ami csak névleg kereszténység, de például a II. Attila halála után Mohács előtt még 10 millió osztékot lemészárolnak. Tehát beindul a türelmetlenség, a kirekesztés és a végzetes gépezet. És amennyire ez történik, mit mond az ember? Hát nem is lehetett tőletek többet elvárni. De részletesen leírják, hogy ezt a Szent Solymot hogyan mészárolják le. És gondoljuk, hogy érthető ez is, csak elfogadni nagyon nehéz, erkölcsi értelemben is. Tehát létező jelenségekről van szó. Tehát ezek tényleg léteztek. És tényleg létező jelenség az, hogy Attila után valami történik az egész térségben. Ez egy nagyon nagy eurázsiai térség. És Attila, tehát most visszatérve a krónikákra, elmondja a hagyomány, tehát a krónikás hagyomány, és ez Kézai Simon krónikájában, Kálti már, tehát királyok számára egy krónikában szerepel, hogy elődöd, a Turul nemzetség fényes királya, magyarok első királya, még mit forgatott a fejében? Milyen tettekre készült? Csak a végzet ezt megakadályozza. Két nagy tételről van szó, ahogy jeleztem, egyik Mezopotámia elfoglalása, és Mezopotámiát meg lehet érteni. Hát az ember ért. Ne felejtsük el, médek is vannak Mezopotámiában. Kik a médek? Szkíták. Káldeusok is vannak Mezopotámiában. Kik a káldeusok? Hát szkíták. Végeredményben szkíták. Tehát ezek most ott Mezopotámiában sanyarú elnyomatás alatt vannak. Most a szkíta király Attila még szép, hogy jelzi, hogy hát azért majd ott is rendet kell tennie. Na de mi a helyzet egy? Miért készült Attila Egyiptomban? Minden magyar krónika említi, Mezopotámia, más országokat is megneveznék, de ez a két legfontosabb tétel. Mezopotámia és Egyiptom. És az ember felteszi a kérdést, miért? Senki ne gondoljon arra, hogy erre most a választ megkapja, most jön a szünet. Tehát akkor a költői kérdés az színpadi befejezetlenségbe fog torkollani. Tehát nem tudom. Tehát az, hogy Attila miért készült Egyiptomba, lehet mondani nagyon sok okos jó dolgot, de hát az a helyzet, hogy ezt tőle kellene hallani, vagy tőle kellene megtudni. Egy biztos, mind a két terület, tehát a mezopotámiai folyamközi térség és a Nílus mente is, hát az emberi művelődés történetnek egy adott körzeten belül a két egyik legfontosabb területét képviseli. És akkor már lehet folytatni azt, hogy mondjuk magyar vallástörténet vonatkozásában például egy magyar alapítású szerzetes rend miért egy tébai, egyiptomi Szent Pál, mint előképet választ magának. Ezt nem fogjuk elhinni, ez körülbelül ugyanolyan jelentőségű ügy, mint hogy Attila miért készült Egyiptomba, mert a 13. századi Európában tébai remete Szent Pálnak nincs akkora kultusa, nincs akkora hagyományvilága, hogy mondjuk egy boldog özséb, aki rendet akar alapítani, így rámutat tébai remete Szent Pál, és akkor az egész keresztény közösség kórusműre emlékeztető újongásba tör ki, hogy hát igen, ezt mi is szerettük volna, és nagyon fontos előképet nem egy vissza.
Tehát még ez sem tisztázott. És Tébai Remete Szent Pál akárhol remetéskedett, a nevében benne van, az előnevében benne van, hogy Tébai. Tehát ezt azért kell hangsúlyozni, mert az újabbkori Szent Pál, Tébai Remete Szent Pál története a remetéskedésnek az évtizedeit, azt a 60 évet, ami azért nem kevés, azt Téba körzetéből elviszik. Tehát inkább a Vörös-tenger partvidékére helyezik, mondván, hogy ott kellett lennie annak a remete helynek, ahol ő tevékenykedett. Csak hangsúlyozom, ennek egy dolog mond ellene, hogy ő tébai remete szentpál. Tehát pálmafástól, hollustól, oroszlánostól, szentantalostól, egyetemben tébai. Tehát ha ő mondjuk Tébának a szülötte, és hát Tébából ő nagyon hamar kikerült, tehát még ifjú emberről van szó, amikor elmegy remetéskedni. Az a 60 év helyszínhez kötött remetei magány, értelemszerűen a tébai jelzőt már régeség ki kellett volna ütnie. De a tébai helyében nem lép be más. Tehát ez azt jelenti, hogy azon a környéken kellett remetéskednie, de hogy hol, ez megint egy nagy rejtély, ugyanis egyetlen egy valóban méltó hely adatik, ez a királysíroknak a völgy. De a szónak hagyományos értelmében ott megint csak nem lehetett oly úgy remetéskedni, hogy 60 évig nem lát embert. Hát az mai tudásunk szerint minden időben egy látványos területnek számított, és már a hellenizmus, tehát a Ptolemaiosok korában és a római birodalom idején Egyiptom vonatkozásában az egyik fő látványosság volt. Tehát a kornak ténylegesen turistái a királysírok völgyét felkeresték, és a legtöbb sír akkor nyitva volt. Tehát a tébai remete Szent Pál mondjuk ott remetéskedik, akkor a turista forgalom láttán egy pillanatra azért úgy eltűnődik, hogy akkor hol lenne érdemes, de mégiscsak azt kell gyanítani, mert a leírások szerint fáraó korból származó szentélyben tölti el azt a 60 évet, ahol még pénzverőműve is van, ahol domborművek és festmények vannak. Tehát vannak ilyen szó szerint művelődés történeti anomáliák, ellentmondások, hogy akkor ki hol él, mit hova teszünk, de ezek tényleg nagyon nagy kérdések. De visszatérve most már a találásnak arra az útjára, amit még Jézus menedékhely választásával kell azonosítani, hát az, hogy az evangéliumok közül, a szinoptikusok közül kettő megemlíti, hogy Egyiptomba menekül a szent család, hát ez az egyiptomi kereszténység számára gondolom tudjuk, ez maga volt a csoda, maga volt az oázis, maga volt az élet. És hogy ez mennyire hiteles, tehát mennyire lehet elfogadni, hogy valóban odahúzódhattak vissza, erre megint azt mondja az ember, hogyha az eszünket követjük, márpedig ezerszer kiderül, hogy azt az észjárást követni nem mindig érdemes. Teljesen fölösleges, mert az élet annyi fordulattal, meglepetéssel van tele, hogy amit racionális úton végigkövetkeztetünk és legjobb megoldásnak találunk, lehet, hogy nem a legjobb megoldás. De egy biztos, hogyha menekülnie kell a családnak, akkor miért Egyiptom felé veszik az irányt, hiszen az már a rómaiak által megszállt Egyiptom, és Heródes egyik legjobb barátja a mindenkori római császár. És azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Júdából nézve, ha elindulnak abba az irányba menekülni, hát ez a legellenőrzöttebb területeken megy át hadászati, katonai szempontból, és utána pedig ott van a sivatag. Na most egy csecsemővel, egy szamárháton megtenni akkora utat, azért nem kockázat nélküli vállalkozás. Hát mi suhanó autóbusz ablakából láttuk, hogy a sivatag ilyenkor hogy viselkedik.
láttuk a kék tavakat, ahogy ringatózott a homokdíjéken, akkor az állatcsordák, amelyek a tavak mentén ott buksik is fejüket, hajtogatták bele a vízbe, tehát elképesztő. Tehát elképzelése nincs mondjuk a zöldhöz szokott emberi szemnek, hogy mit jelent a sivatag. Az maga a sivatag. És azért egy gyerekkel így, egy szamárháton, itt azért a vízre gondoljunk. A mindennapi szükségletekre gondoljunk. És nem lehet gyorsan menni. Tehát nem lehet gyorsan haladni. Miért? Mert a déltáji időben, hát még magyar pásztor is mit mondott, magyar parasztemberrel egyetemben, nyáron, déltáj, csak a bolond, hangsúlyozom, a bolond tartózkodik munkásszorgalommal a szabadban. Ilyenkor mindig visszahúzódtak. Viszonylag bőségesen ebédeltek, bőségesen szundítottak, és amikor a nap ezt az állódél pozíciót elhagyta, akkor nekifogtak a dolognak. Na de a sivatagban nincs olyan, hogy egy fa alá beüldögélve, vagy egy homokdűnére ráhajtom a fejemet, és az igazak állnak fogom. Tehát rendkívül veszélyes. Hihetetlenül veszélyes, miért ne sikerülne? Tehát sikerülhet, csak azt kell mondani, hogy tisztázni kellene dolgokat. A másik pedig ott van a pártus birodalom. Tehát a római birodalom Heródes elől menekülnie Szent Családnak, hát én felmentem volna a cédusokhoz a Libanonba, az is egy nagyon jó hely, tehát nagyon jól el lehetett ott lenni, vagy átmenni a pártus birodalom területére, vagy máshova. Tehát azt kell mondani, hogy a lehetséges, tehát ezek most a hétköznapi szintű magyarázatok. És még egy apróság, hát Galileának a népessége, az tulajdonképpen milyen népekből került ki azokban az időkben? Mezopotámiából származó népekből, nem Egyiptomból származó. Tehát az, hogy mégis Egyiptomot választják, azt kell mondani, hogy tényleg misztérium, tényleg titok van, és nyilván Egyiptomnak a eszmeisége fogja ezt a menedéket megágyazni. Na most a kopt kereszténységről, mert találkoztunk azokkal az emlékekkel, ráadásul azokkal is, ahol állítólag a Szent Család abban a barlangban meghúzódott, ez a mai Ókajró területére tehető, de egy olyan város rész, aminek ez volt a neve, hogy Babilon. Na most ez viszont figyelmeztető. Senki nem teszi fel a kérdést, hogy a római korban, azt a ma Ókajrónak nevezett városrészt, ahol a Szent Család menedéket talált, és abban a barlangban, ahol élték a mindennapi életüket, ezt tulajdonképpen miért Babilonnak hívták? Egyszer csak. Ez a vitán felül áll, hogy a római Egyiptomba erődítményt épít, mert ott egy erődítmény is van, akkor miről fogja megnevezni? A Babilon. Hát, ha ezáltal, mivel már Egyiptomot elfoglalták, egy ilyen névvarázslat révén, azt hiszi, hogy Babilóniában tartózkodik. Viszont városrészeket, településeket kikről szoktak elnevezni? Nincsen, akik ott élnek. Tehát megint egy apróság. A Szent Család olyan helyen tartózkodik Egyiptomban, amit akkor Babilonnak neveznek. Tehát kik élhettek ott? Hát Ráckeve. Miért Ráckeve? Érthető. Tehát oda bizony számolni kell ezzel a jelenléttel. És akkor megint jön egy drámai fordulat, mert az úgynevezett ősbölcsesség, amit két helyen tartanak számon. Babilóniában és Egyiptomban. Ezekről elmondják a következőket, de ezt ókori források és aztán iszlám források is megerősítik és tovább örökítik. Hát itt megint évezredes hagyományokról van szó. Hogy tulajdonképpen három Hermész létezett.
3. Ha tudjuk, ki ez a Hermész, ez a hermetikus bölcsesség, tudás fő feje. Először, ahol létezett, az egy vízözön előtti korra volt tehető. Így is nevezik a vízözön előtti Hermész. Na jó, hát rendben van, vízözön előtt. Magyar krónikák is, ha nem tűnt volna föl, az ókori kronológiai hagyományokat követik, amelyek két legismertebb példája megint Mezopotámia, és megint Egyiptom. Máshol is ismert, de milyen logika alapján számítják a történelmi időt. Vízözön előtt és vízözön után ébresztő. Hát a sumér királylisták. Vízözön előtti királyok, vízözön utáni királyok. Egyiptomi hagyomány, vízözön előtti uralkodók, vízözön utáni uralkodók. Magyar krónikák megint csak számon tartják. Tehát van egy tudás, ami, hogy úgy mondjam, a törlés előtti időkből származik, ősemlékezetből sarjad, hermetikus bölcsesség, nevezzük most titkos tudásnak, de nem a titkolódzás értelmében. Na de most válik izgalmassá a dolog. Három Hermész létezett. Vajon miért? Segítek. Van egy H, van egy R, van egy M, és van egy sziszegős. Ez maga a hármas. És hogy a görög mennyire kullog általában minden valóságos tudás után, úgy nevezi azt, ami eleve hármas, hogy Hermész Trismegistos. Tehát a háromszor nagy. Kétszer háromszor nagy. Hermész. Tehát ez a Trismegistos a háromszor. Na de már Hermészben benne van, csak nem görög. Nem görög. Tehát ez a hármas bölcsesség. Nyilván a forrás vonatkozásában hármasként fog megjelenni, és utána jön az érdekes tétel. Utána jön a babiloni Hermész, és csak utána az egyiptomi. Tehát az úgynevezett egyiptomi hermetikus tudás szerint ők honnan kapták a tudást? Babilóniában. Tehát Mezopotámia irányában. És mi végeredményben az utóbbival, az egyiptomi Hermésszel szoktunk ilyenkor diskurálni, vagy találkozni, és mindig őt említjük, csak elfelejtjük, hogy az ókorban jelezték, hogy ő az utolsó Hermészek hármas rendjében. És bizony ez azt jelenti, hogy van egy káldeus, babiloni, hermetikus műveltség is. És babiloni mágusok, káldeus mágusok csillagot követve jutnak el Jézushoz, és amikor Jézus családja menekül, érdekes módon Egyiptomban, milyen városrészben kapnak menedéket? A babiloni városrészben kapnak menedéket. Na most ott van, a barlang fölé megépítve ez a Szent Szergiusz és Bakkusz kolostor, vagyis templom, bocsánat, templom, aminek szentélye, tehát lent a mélyben altemplomnak neveznénk, az a barlang, ahol a Szent Család állítólag lakott. Na mindezt nem ezért mesélem el ilyen körülményesen, hanem a következők miatt. Szergiusz és Bakkusz milyen szentek? Lovas. Na jó, hát lovas szentek mindenhol vannak. Miért ne lennének? Bemegyünk a templomba. Vagy bemegyünk a másik kopt templomba, mert most így kicsit már a kopt templomok képanyaga is torlódik. De az ember elképed. Hát a templom hajójában két oldalt megjelenik egyik szent a másik után. De nem mindegyik szent lóháton. Mondok egy példát, Szent Orbán. Hát nálunk Orbán, mint szent, római irányultsággal rendelkezik. És itt fog az ember szagot. Hát akkor melyik az igazi Szent Orbán? Melyik lehet a másodlagos Szent Orbán? Nyilván sok Orbán van, de a kopt kereszténység Orbánja
egy lovas szent, ekkora láncsát tart a kezében, és a sötétet a láncsa hegyével fékezi meg, hát akkor el kell tűnődnöm azon, amit én soha nem értettem. Ugye az ikrek havában szereplő Orbán, az miért onnan jön? Az ikrek túloldalán van a nyilas, nyilas keleti váltópárja a ló. És így érti az ember, van egy Szent Orbán lovas szent. Hát az esztendő körében való ünnepnapja a sokkal inkább erre a lovas szentre rímmel rá, mint egy ilyen jön Rómából és majd intézkedik, hogy a szüretelőknek is legyen gondjuk mondjuk szőlőkötözés alkalmával. Aztán Szent Teodor. A Szent Teodorról a bizánci egyház életéből is lehet tudni, hogy az tényleg lovas szent. Csak hogy fehér ló, hát ez önmagában nyilván ajándék, egy ilyen tekergő sárkány a ló alatt, így döfi át a sárkányt, pontosabban a sárkány feje tetejére méri ezt a szögező láncsát, és hátul a nyeregben egy indurka-pindurka aranyos kis asszonyka, kisasszonyka kuporog. Na most, ha én nem tudnám, hogy ez Szent Teodor, kire gondolom? Szent Györgyre, csak hogy ott van Szent György is. Ott van Szent György is. Aztán Szent Merkúriusz. Megint lóhátont, és Merkúriusz, hát ez egy bolygónak a neve. Na lesz-e neked planéta istenségek köre? Szent Merkúriusz. Nincs félreértés. Szent Merkúriusz. Merkur, az Merkur bolygónak a neve. És merkúri sajátosságokat élet rekeltve, hát mi a jellemző mondjuk a Merkurra, mint bolygóra? Hát nem a mozdulatlanság, hanem a mozgékonyság. Tehát ha kard van a kezében, mondjuk ha Merkur egyáltalán hadakozik, magyar népmesékben előfordul olyan Mirkó király. Tehát Mirkó az a Merkurnak a névváltozata. Hát ilyenkor általában azt mondják, hogy kard ki a hüvelyből. 18 éven felüliek. Nehogy véletlenül valaki most a kardot elhelyezze abba a bizonyos állásába, de hát azért gondoljuk, kard ki a hüvelyből, ki sem merem mondani. Nem is merek olyasmire gondolni. De egy biztos, hogy működik a kard? Szólnak neki. Tehát Merkúri sajátosság. És magától kezd el forogni, és magától abrakolja az ellenfelet, vagy az ellenség. Na most Szent Merkúrnak, Merkúriusznak, hát a karok a mikrozodiákus vonatkozásában az ikreknek felelnek meg, ikrekben a Merkur van otthon. Két kart van a kezében. És még valahol egy angyal, megint Merkúri szerepkör, még hoz egy harmadik kartot is neki. Na most, hogy Szent Merkur legendájában ez hogyan jelentkezik, ezt senki ne kérdezze, mert erre egyelőre nagyon nehéz lenne nekem válaszolni, de ami meghökkentő, gyakorlatilag egy templom hajójának vélt egységében a szentek sorozata szinte csak, kizárólag és Egyiptomban vagyunk, a sivatagi Egyiptomban. Csak lovas szentek. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kopt kereszténység eredendően lovas kereszténység. Hát hangsúlyozom azért, meg kell találni ezeket a szenteket. Tehát nincs olyan, hogy Szent Flórián átgyalogosan és Dézsából önti a tűzre a vizet. Tehát az, hogy mindenki lóháton jelenik meg egy olyan területen, ahol a lónak a tartása, főleg a mai időkben, hát városi környezetben lehet is látni egy kis testű lovakat, szalgálnak, jönnek, mennek. Na jó, jó, rendben van. De ezek a szentek honnan jönnek lóháton? Tehát milyen típusú energiákat működtetnek? Lovas típusú energiákat. És ha valaki vissza tud emlékezni, itt is volt Magyarországon kopt egyházművészet erről szóló kiállítás, ott megjelenik egy lovas szent valami szőttesen.
most így emlékezetből próbálom felidézni. Talán éppen Szent György, tehát egy lovas szempről van. Szóval fehér ló hátán ül, és a lónak a szájából mi jön ki? Egy növényind a levelekkel, ami virágban végződik. Na most a népművészetünk alapján mit lehet mondani arról, ami a szájból jön ki? Tehát minek a képjele? A szájból kiáramló növényinda és virág, a beszélnek a képjele. Most egy fehér ló beszél, milyen ló? Tártos. Nálunk ezek a lovak, mert azért ismerni kell a hazai emlékanyagot is, rendre, festményen, kódexlapjain, miniatúrán, nagyszabású falfestményen. És most nem mondok példákat, mert illik tudni mondjuk Székely Derstől, vagy Székely Dájától egészen föl Kakas Lomnicig. Ha megjelenik Szent László vagy Szent György lova hátán, annak a lónak milyen szeme van? Ember szeme van. Pedig tudnak lószemet lónak rajzolni, festeni, de rendre tulajdonképpen úgy adja az oldalról látható lófejet, tehát profilból látjuk a lóat, hogy a szemét szembenézetből adja azt az egyszem szemét. És hogy érthető legyen, akár nem magyar barát a művészet történész, vagy történész, akár magyar barát, minden népszerű ismertetőben, szakkönyvben csak az agyunk ki nem jut el. Emberszemű lovak, könyörgöm, mit jelent ez magyarul? Hogy gondolkodik az a ló, akinek emberszemű? Hogy látja a világot? Hát hogy repüljön kicsi gazdám? Kicsi gazdám édes lovak. Tehát ezek szó szerint táltos lovak. És ezt László Gyula leírta, hegedült is hozzá, mindent megtett annak érdekében, semmi probléma. Mert ami fontos, István a király rockopera augusztus 20-án éppen hány éves. És ez miért tragikus? Mert ennek a történelem szemléletnek alapján Szent István éppen mit írtott ki? És sajnos mindegy, hogy mit mondok István a király rockopera vagy Badinyi Jósferenc. Ha Szent István kiírtotta, akkor hogy szerepel templomi falfestmény? Akkor hogy szerepel? Ha Szent István kiirtotta a rovásírást, akkor miért van teleírva a rovásírással minden templomunk akárhová? Ja, hogy nem tudod. Hát ez a te esztelenségednek az oka. Meg annak a következménye, hogy még azt sem gondoljuk végig, hogy mit jelent az, hogy ismerd meg önmagadat, ismerd meg hazádat. Hát egy néptől csak azt tudják elvenni, amiről nem tud. És ennyi gazdagság mellett ennyire nem tudni ismerni értékeinket, hát ez bizony. És akkor ilyen egyen, ahogy Molnár József mondaná, egy generálszószal a legfontosabb történelmi kérdéseket nyakon ülti. Ne kelljen gondolkozni. Szent István most már nem Szent István, István a király rockopera. Már miniszterelnök is abból idéz, világos? És nem azt, hogy volt is, lesz is ez itt a praxis, nem, valami hasonló. Tehát itt lehet érzékes, teljesen mindegy, hogy hogyan, valami iszonyatos idiotizmus lengi be már a gondolkodásmódunkat. És észre se vesszük. Azt higgyük, hogy akkor vagyunk magyarok, akkor jött el a trendiségnek az ideje, nem jött el semminek az ideje. Szokás szerint újra el kell mondani, két hazaáruló játssza a főszerep. Ki ez a két hazaáruló? Az egyik, aki azt mondja, hogy válaszd Rómát, holnap tiéd az ország, a másik pedig Bizánc jelét magamra vette. Világos? Hát ki írta a szöveget ébresztő már? És Acél Györgytől Alföldi Róbertig szállítja ez. Ilyenkor nem eszmél. Egy Alföldi Róbert mikor volt nemzeti érzelmeknek a szószólója? Hát amikor a jubileumi időszak volt, ki volt a zsűrjelnök? Mert látom itt a ködös tekinteteket, hogy ezt még kell előzni. Szikora János és Alföldi Róbert. És tehetséges magyar fiatalok miből énekeltek? Ebből a műből. Azok meg kélyesen zsűriztek. Hát egy nemzetnek ez lesz majd a gerince,
akkor ott nem lesz kedvenc. Nem lesz kedvenc. Tehát óriási problémák. De sajnálom, hogy mindig ugyanoda jutunk vissza, de nem hisszük el, ez ma Magyarországon a történelmi hamisításnak a legjobb, leghatékonyabb eszköze. Miért? Mert zseniális dramaturgiai kompozíció, kiváló zenésszel, szimpatikus emberekkel, mindenki szimpatikus, de történelmileg hazug, történelmileg minősíthetetlen alacsony. De ma már nem szeretnek utána járni, tanulni, elég az, hogyha jön valaki. És hogy miért négyelik fel, az a büdös életben nem fog kiderülni. Szegít fel, mint hát lehet, hogy 28 felé kellett volna várni. Tehát aki azt mondja, hogy válasz Rómát holnap tiéd az ország, erre az a válasz, hogy Bizánc jelét magamra vettem, meg késő most már mindezt újra átgondolni, meg hódító, csábító asszonyaim, hagyjatok, ez egy kappan, ez egy emberileg jellemtelen imringyó, aki egy vénasszony kezét akarja elnyerni, most az eredeti darabról van szó, mikor még Berek Katalin játszott a Sárosszágon. És Acél Györgynek volt fontos. És a szerzők mindig elmondják, hogy Acél György nélkül soha nem került volna bemutatásra. Csak egy dolgon nem gondolkoznak el, amin a ominózus Badinyi eset sem gondolkozott el. Amikor az öregnek, a nagyöregnek, a szeretett, tiszteletre méltó embernek még fénykorában megírják, hogy professzor. Csak így tovább. Mi soha nem fogjuk a maga kutatási eredményeit akadályozni. Az öreg azt hitte, hogy ő ekkora sztár. Közzétette az ősi gyökérbe, közzétette a könyveibe, nem gondolkozott el soha azon, hogy ezeknek ott, akiket állandóan bírált, kritizált, gondoljunk a Saulus-Paulus históriára, hogy miért örvendenek ennyire? Ismerjük az ókori fordulatot, görög ajándékot küld, akkor én félek a görögtől. Mi a bubánatot akar? Tehát, hogy érthetünk a okfejtés. És hogy nem lecsengett dolog, hát ez a mai egyéves értékelő beszéd. Tehát olyan országban élünk, amikor történelmileg, ha valaki hitelesíteni akar valamit, gyakorlatilag a hippi korszaknak egy remek művét idézi. És csodálkozik, hogy nincs mögötte bázis. Nincs kétharmados forradalom, nincs semmi. Tehát lehetne mire támaszkodni. Hát egészen biztos. Na, most, hogy így a témát utolértük, gnosztikus gyengyőnusz vonatkozásában, akkor visszatérünk a választott témához, és már annyit forgolottunk oda-vissza Egyiptom körül, hogy mi a jó, mi a rossz, meg egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy az evangéliumokból kettő menedékhelynek. De hát most akkor rátérünk a választott műre. Tamás Akták Gyöngyhimusza viszont a veszély helyének tekinti. És ráadásul, hogy mikor születhetett a Tamás Akták Gyöngyhimusza, hát mert említi a pártus birodalmat. Tehát Pártia, Kelet királya, Kelet úrnője, Pártiáról beszél, ezért perdöntő módon lehet megállítani, lehet visszaigazolni, hogy ez a mű csak akkor születhetett ilyen formában, amikor a pártus birodalom létezett. És ráadásul gondolom tudjuk, mert ez is hozzátartozik az igazsághoz, ez nem pártus nyelvű szövegben maradt fenn, hanem görög szírváltozatokban. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy a pártusok mondjuk, egy régi gnosztikus toposzt saját szájízük szerint átformálták. Ezt a úgynevezett Tamás aktát és a Tamás evangéliumot, de itt a kopt nyelvű változatokról van szó, ezt 1945-ben találták, hát valahol Dengara tájéken, Nag Hammadi leletként szokták apostrofálni, és az ilyen leletek, hát ezek vagy korsokból kerülnek elő, és akkor papírusz tömegek, áradata, ami
vagy ki van téve az enyészetnek, vagy nincs, de a lényeg az mi? Az, hogy valakik valamikor ilyen szövegekkel temetkeztek el. Tehát ez azt jelenti, és ez mindenhol kimutatható egyébként, tehát nem a sírba viszi magával a tudást, hanem számol egy olyan korral, amelyik a sírt, amikor felnyílik, a sír üzenetét értelmezni, olvasni és érteni tudja. Na most Egyiptomból került elő, és ez tényleg megrökkentő tétel, a legtöbb úgynevezett gnosztikus, hermetikus, és mondanám azt is, hogy manikeista keresztény szöveg, de azért ezt így mégsem lehet mondani, de például a kefalája, ami az úgynevezett mai manikeista ismeretekre vonatkoztatva, az egyik legfontosabb manikeista himnusz és zsoltár gyűjtemény. Ezek kopnyelven maradtak fent, gondoljuk végig. Tehát erre mondja még Kákosi László is, hogy Egyiptom az gyakorlatilag ennek a szellemiségnek egy kincses bányája. Miért? Mert megy valaki a Nílus parton, mondjuk egy sivatagi meredek hegyoldalnak az oldalába, véletlenül belerúg egy kőbe, és már egy csontváz így nyújt ki mondjuk egy szellemi kincset. Na most többek között ezért hermetikus tudás. Miért? Mert hermetikus az azt jelenti, hogy elzár. Tehát hermetikusan elzár. Most a mindennapi sürgölődő, forgolódó élet vonatkozásában a legelzártabb terület az élet elől az maga a halál. És a halál burkával körülvenni az élet igéit, na most ezt nyilván nem abban a korban menekítik maguknak, mondván, hogy egyházi üldöztetések ideje jön, lehet érzékelni azt, hogy ennek üzenetértéke van. Tényleg üzenetértéke van. És itt kerül elő 1945-ben kopnyelven az úgynevezett Tamás evangélium, tehát ez a feltámadott Jézus Tamásnak az élet igény kinyilvánítja. Aztán a következő úgynevezett Tamás történetekbe ágyazva megjelenik a gyöngyhímnusz. Hagyomány szerint Tamást, amikor már szorongatta az üldöztetés, és sorstársaival börtönbe van zárva, és várják a kivégzésüket, azért, hogy vigasztalja a sorstársakat, elmeséli a pártus királyfi történetét. Most mondom, érzékeim, ez valami gyönyörű. Tehát halálra vannak ítélve, és a pártus királyfi történetét meséli el az a Tamás apostol, aki itt hátul a magyar Szent Korona, hátulsó keresztpántjának alsó emeletén, hát ma is ott található. Tehát Tamás a legfontosabb apostolok közé tartozik. Nem véletlen az sem, hogy Jézus születése napját, karácsony tulajdonképpen két apostol veszi körbe. Az egyik rávezet, január 21-e, ez Tamás apostol napja. A másik pedig már egy kicsit levezet, és bevisz bennünket az eszmetörténetbe, ez pedig 26-án János apostolnak a napja. És Jézus neve napja mellett, karácsony napja mellett kijelenik meg Szent István. Na most ott, abban a bizonyos kopt templomban, tehát ahol a szent család a barlang mélyét, menedéket talált magának, hát ott nem akármilyen festmények, tehát ikonok voltak tetten érhetők, többek között lehetett látni valamit, hát ott tanúk is vannak, tehát akik ott voltak, itt voltak ezen az úton, tehát mindenki meg tudja erősíteni, hogy hirtelen egy nagy nyüzsgés támadt. Mert azért Szent István protomártír az úgynevezett nyugati egyházművészet világán belül nem így szokott megjelenni. Tehát az ember persze az első keresztény mártír, akit megköveznek apostolok cselekedetei is elmondják az ő történetét, és ez tényleg dokumentált módon ő az első, aki életét adja Jézusért. Tehát akinek mártír halálára lehet számolni. Csak hogy az István, az nem személyi név, az nem nemzetség név.
Stephanos az mit jelent? Pop. És egy ragyogó képű ifjú, szó szerint olyan, amikor mondjuk magyar királyokat ábrázolnak, kicsit eldugottabb helyen lévő árpádkori templomokba, és egy jó kiállású férfi emberként jelennek meg, és a jó nemes arccal. Megjelenek így Stephanos. És kezében mit tart? És hát itt egy kicsit úgy elkezdett a kairói, hogy úgy mondjam, 40 fokos meleg ott forgolódni velünk. Tehát egy olyan koronát tart a kezébe, aminek nem csak abroncsa van, hanem van egy ilyen boltíves felépítése, és a tetején ennek a boltíves, mert azt nem merem megerősíteni, hogy kereszt pántos korona, tehát azt az ábrázolás alapján nem lehet eldönteni, de van egy ilyen pártás, tehát mint hogyha a magyar szent koronának az alsó korona részét szembenézetben látnánk, tehát pártázatot imitáló tagozatok, tehát nem ágak jelennek meg, hanem ilyen gömböített vagy csúcsíves formák. És akkor lehet érzékelni egy ilyen típusú nivelődés, csak hogy ez a pártás rész, ez beleszól. Tehát nem lehet érzékelni, hogy most ebbe az irányba van-e valami. Na igen ám, de itt van egy kereszt. Tehát gyakorlatilag úgy, ahogy a magyar szent koronát, amikor nem tudta az, aki ábrázolja, festi, rajzolja, hogy hogy néz ki a magyar szent korona, csak tudja, hogy van egy alsó része, van egy felső része, és a tetején van egy kereszt. Most ez a Stephanos, aki Hagios Stephanos, magyarul Szent István. Mit tart a kezébe? Egy úgynevezett szent koronára emlékeztető korona. És akkor ezt, ha összeadjuk ezekkel a bizonyos lovas szenteknek az áramlásával és galériájával, hát az ember azt mondja, hogy végül is vannak érdekes dolgok. És az érdekes dolgok abban merülnek ki, hogyha kicsit lejjebb lehetne tájékozódni, akkor kiderül, hogy a kopt kereszténység is nagyon korai abban a térségben. De az etióp kereszténység legalább olyan korai. A szíriai kereszténység legalább olyan korai. Hát ezek már gyakorlatilag Jézus keresztre halála és feltámadása után már virágoznak. Hát akárhova tesszük Jézus kereszt halálát, 40-es években az adatolás szerint már elindul a kopt kereszténység. Szíriában már rég virágzott a kereszténység. Akkor köszönöm szépen, a Pártus Birodalom területén ez a Káldeus babiloni keresztény egyház. Ehhez képest a bizánci, a kelet-római és a római, a nyugat-római. Hát olyan 300 éves lemaradással rendelkeznek, de másfél évszázad alatt behozták a 300 éves lemaradást. Miért? Mert a térségben erővel egy olyan kereszténységet hívtak életre, amelynek alapja nem a helyi hagyomány. Tehát a koptnál nem az egyiptomi, az etiópiainál nem az etióp, a szíriainál nem a szíriai, hanem az új testamentum. Gondoljuk végig, hogy milyen viharos gyorsasággal ment végbe az esemény. És persze, hogy aztán morzsákban, szilánkokban, mint ahogy ma is itt a kopt világban meg lehet tapasztalni, még azért nagyon sok minden jelen van, de nem szerves módon, hanem ilyen zárványként. Tehát a sodrás viszi magával, de már nem a lovas szentek jelentik a táptalat adott esetben, hanem egy makacs ellenállás, hogy a kopt pátriárka se a római pápával, se a bizánci pátriárkával, amikor még létezett a bizánci, nincs közös nevező. Na de teljesen mindegy. Ez a felszín, és a mélyben mi van? Gyakorlatilag közös a nevező. Ugyanúgy az ótestamentumi alap az alap. Lényegében hozzá kell tenni. Tehát eltérések azok adódnak. Na, tehát mit tudunk mondani erről a úgynevezett pártus királyfiról, és mi a tanulsága, mi a lényeg, és egyáltalán hogy kerül ide
ez az egész jelenség. Hát úgy, ahogy jeleztem, ezt a gyöngyhimnusz sok irányból lehet értelmezni. Ez mit jelent? Tehát akik most gnosztikus keresztény oldalról vizsgálják, szemrebbenés nélkül gyakorlatilag őskeresztény eszmeiség megnyilatkozását érhetette. Akik viszont úgy gondolják, hogy na hát ez nem, miért? Mert Egyiptom pogány, pártusok pogányok, hát ez pedig pogány hermetizmus, vagy pogány gnoszticizmus. Egyikkel sem fogunk behatóan foglalkozni, miért? Mert teljesen fölösleges. Miért teljesen fölösleges? A hagyomány szerint Tamás apostol akkor meséli el ezt a történetét, amikor saját kivégzésükre várnak. Na most akkor keresztény vagy nem keresztény? Tehát azért gondoljuk végig, egy Tamás apostol. És mindig tudni kell azt, hogy a hagyománynak van egy olyan arculata, amit nem biztos, hogy hétköznapi történelmi szintre le lehet vetíteni. Tehát ezek apokrif, hogy úgy mondjam, evangéliumok szövegek, de, és ez kétségtelen tény, az első évszázadokban a Tamás evangélium nem megtűrt evangélium volt, hozzátartozott a kánonhoz. Csak mivel a manikeizmus annyira fontosnak tartotta, és a manikeizmus minden irányból írtották, azokon a területeken Szent Ágoston egyházatjával az élen, hát nyilván ők sem tudják a négy evangéliumot kihajítani, de a Tamás evangélium, mivel a manikeizmus számára olyan fontos volt, tel is tele van úgynevezett gnosztikus, Ágoston számára érthetetlen utalásokkal, a manikeizmusban is ez zavarta őt, hogy nem érti. És emlékezzünk vissza, azt nem értette meg soha, hogy a manikeisták miért nem léptetik őt magasabb szintre. Hát azért, mert még a hídgyülekezetébe sem léptetik magasabb szintre. Miért? Ágyasokat tartott. Na most mi a helyzet? Nehogy azt higgyük, hogy most azt a gyülekezetet példaként állítom elő, csak hogy érezhető legyen, ez még kisdoboséknál és úttörőknél sem jól pont. Hát még keresztény világon belül. Tehát Ágoston bácsi tulajdonképpen a vallomásokkal is leírja. Hát az a cirkusz, amit ő levág azzal az ágyasával, aki nem ágyas, szerető, de nem szerető, szüli neki a gyereket, de nem szüli. Szóval ez inkább egy ilyen, hát nem férfi emberre emlékeztető vallomás. Lehet lelkileg egy kicsit puha, és olyan szirupossan puha. Jaj, édes Istenem, megvallom neked, hogy most a hatodik ágyason várja a soron követni, de te ismered a töredelmes férfi lelket, én megvallom és megbántam, de ezek a manikeisták, hogy nem léptettek elő. Na, ettől függetlenül Szent Ágoston tényleg óriás volt, csak abban a korban az óriások óriások voltak. És amit most mi Szent Ágostonban óriásinak tartunk, abban a mezőnyben a törpe kategóriájának számít. Csak hogy az óriások kihaltak, a merjünk az pedig gyakorlatilag. De hangsúlyozni kell újra, ez túl kategórikus megállapítás, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy kemény kifogásokat bizony lehet találni. És lehetett is benne találni. Tehát az evangélium része Tamásnak az egészen a második nikeai zsinatig, és ez ugye a 800-as években volt állítólag, úgy csordogált. Na most ugyanebben a világban, tehát hogy Tamás, mint szerző, mint ahogy János is, jelenések könyve, apostoli levelek, evangélium. Na most Tamásnak is van egy ilyen szerzői világa, és itt jelenik meg ez a bizonyos gnosztikusnak tételezett gyöngyhimnusz.
Na most, ahogy elindul a szöveg, hát sokféle változatban, sokféle fordításban lehet találkozni vele, nagyon szépen kezdődik. Ez Magyarországon először Vanyó László fordításában jelent meg, apokrifek kis könyvecskében volt olvasható, talán a 70-es, 80-as években egyházi írók sorozat, egyházi kiadványként, nem is tudom, hogy valami 20 kötetig elment, ilyen kék, kis jó kiállású kis könyvsorozat volt, és érdekes módon ezt az apokrifeket általában antikváriumokban még akkor sem lehetett utolérni, amikor mondjuk a teljes, mondjuk a 20 kötetés sorozatot valaki beadta. Apokrifeknek nagy volt a becse, mert benne volt az a bizonyos poimandrész féle hermetikus himnusz, ami egy révülésnek a leírása. Benne volt a Tamás evangélium, akkor még magyar nyelven hosszú idők után szinte egyedül, és hát ez a bizonyos pártos királyfi története maga a gyöngyhimnusz. Hát azóta Tamásból, tehát az evangélium és a gyöngyhimnusz ezerféle változatban jelent meg. A legújabb feldolgozás azt L. Nagy Lajos műhelyének lehet köszönni. Ő az, aki manikeista szövegeket, manikeizmusról szóló tanulmányokat, most már több egymást követő kötetben jelentett meg, és most a legutolsó, hát Tamás apostol gyöngyhimnusz, ez egy kis könyvecske, valaki megtalálja, érdemes beszerezni, mert az első felében maga a Tamás evangélium van, a második felében a gyöngyhimnusz, a harmadikban pedig Kövesdi Mária részéről egy tanulmány a gyöngyhimnuszról. Hát ők inkább ilyen rózsakeresztes szemszögből tárgyalják a világot, de a manikeista eszmeiség felé való elkötelezettségük Magyarországon azt kell mondani, hogy a leghatékonyabb. Tehát rengeteg, hogy úgy mondjam, előadást tartanak. És ami tényleg iskola példája annak, hogy mondjuk úgynevezett rózsakeresztes, most egyelőre tegyük zárójelbe, de mégiscsak magyar alapon állva, hova lehet eljutni? Ők úgy dolgozzák fel a gyöngyhimnuszt, és én is tanulja voltam egyszer egy előadás révén egy ilyen rendezvénynek, hogy szépen elkezdik olvasni egy ilyen nagyon szépen, egy szelíd hangú idősebb hölgy, nyilván ő Kövesdi Mária, elkezdi olvasni a himnuszt, és egyszer csak 14 fejezetre osztották fel, és fejezetek között megszólal egy magyar népdal. Na, de mi az érdekesség a dologban? Hát, ha ez gnosztikus gyöngyhimnusz, akkor mi a magyar népdal? Mert nem alávetett helyzetben, nem illusztrációként, kísérő muzsikaként szólal meg, hanem mondani valójában és gondolatában. Most gondoljuk végig egy művet, amit 5 perc alatt végig lehet olvasni, 14 részre szakaszolják, és a szakaszok közé megfelelő, a történéseknek megfelelő magyar népdal szólal meg. És akkor, hát amit lehet itt tudni, tulajdonképpen a magyar népdalok miről szólnak? Szeretetről. Miről szólnak? Szerelemről. Ki játssza a főszerepet? Az első szerető, az igaz szerető, a tiszta szerető. És az első szeretőmért mit meg nem cselekednék? Na most, ha valaki kíváncsi arra, hogy az első szeretőért mit lehet szenvedni, és ilyen szerelmi kapcsolatban, házasságban vagy egyebekben van, menjen haza, úgy esti mese után, lefekvés alkalmával, üljön a közös ház szélére, nézzen bele átható, tüzes tekintettel, kedvesének, ragyogó, szikrázó szemébe, és kezdje el énekelni. Az első szeretőmért mit meg nem cselekedni. Valószínűleg életének ez volt ezen az úton az utolsó felmondása. Megint mi a probléma? Mivel nekünk van
sajnos annyira természetes, hogy föl sem fogjuk, hogy mindig van. Fel sem tűnik, hogy a szerelmes dalok, népdalok túlnyomó többségét nem lehet hétköznapi szinten szerelmi vallomásként vallomássá tenni. Mert nem erről szól. Hát még egyszer elmondom. Az első szeretőmért mit meg nem cselekednék. És képzeljük el a kamasz gyereket május végén, valahol, amikor már a teli hold is feljön, virágillattal van tele az éjszaka, ég a gyertya az ablakban, idáig minden jó, és megszólal a gyerek. Énekli a kedvesének, első szeretőmért mit meg nem cselekednék. Na most valószínűleg ez a gyerek ott hogy végzi? Attól függ, hogy akinek énekli, éppen a keze ügyére annak mi adatik. A véletlenül ilyen részből készült alkotmány, amit mozsárnak hívnak, hát akkor a lövedék nyílásában olyan dolgnak kijön. És tengervizét kanállal lemerni. Próbálja meg valaki. És a tengerfenekéről apró gyöngyöket szedni. És régi szeretőmnek gyöngykoszorút kötni. Na most a gyöngykoszorú vagy a gyöngypárta. Kié lehetett a régiségben egyedül? Nem a feleségé, ráadásul csak azok hordhattak gyöngyös pártát, akik nemiségükben, ezt nyilván nőről, lányról van szó, szüzek. Magyarul, ki ez a régi szerető? Amikor babámhoz énekli, galambomhoz, Babba Mária. Tehát ez a legtisztább szerelemnek és szeretetnek. Idézi meg a körét. Tehát ennyit a gyöngyhimnusz felvezetéséhez, hogy bizony vannak ma is olyanok, akik nem is tudom, hogy honnan jött nekik a jó ötlet, de ez egy nagyon jó húzás volt. Mert ha valaki a kettőt, hangsúlyozom, egymás mellett tapasztalja meg, akkor nem fogja azt mondani, hogy gyöngyhimnusz gnosztikus, a népdal pedig hát ilyen kicsit izzadságszagú. Miért? Mert ugyanazon a szinten szólalnak meg a magyar népdalok. Szerelmes a nap a holdba. A hold az esthajnal csillagba. Én pedig a régi szeretőmbe. Most könyörgöm, hol vagyunk? Nap, hold, esthajnal csillag. És onnantól kezdve már a világ világosságáról lehet tudni, szól Justitia igazság napja. Na de aki hold sarlónál, az már megint csak tovább viszi az üdvtörténelemnek a fonalát a női minőség felé, ő maga szűzmárda. Tehát ennyit a bevezetésképpen, és ahogy kezdődik, megmondom őszintén, hát így a vége felé, a végéről, mert hát ha oda nem érkezünk el, úgy tűnik, hogy a gyöngyhimnusz, ahol befejeződik, ott az események még nem koronázódtak meg. Tehát azzal fejeződik be, hogy elindul a királlyal, ez Pártiának a királya, a megtért királyfi fényben és pompában a királyok királyához. És ott fejeződik be. Tehát lehet érzékelni nagy valószínűség szerint a vége főcím, szó szerint, mert ez egy főcím, az minthogyha lemaradt volna. Tehát egész biztos, hogy ott még valami történt, tehát közvetlenül a teremtőnek a hatáskörzetén belül. És mivel ez egy királyfi, és végig, amikor már az üdvösség révébe élt, akkor a régi öltözetét, ruháját, ami fényben van, visszakapja. Na de ő királyságba megy. Na de a szöveg ott fejeződik be, hogy nem tudjuk, hogy milyen az a királyság, legvégső szinten, ahol van meg. Palástot adnak rá. Aranyból szőtt palást, zafírral, drága kővel, gyöngyökkel. Tehát egy királyi ornátust kap. Na de ennek a, hogy úgy mondjam, jelenségsorozatnak
királlyá válás útján mi a legfontosabb állomása? Hát amikor a fejére helyeznek egy koronát, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi változatok itt fejezik be, tehát valahogy ott lemarad ez az esemény. Na most miről szól a mű? Mert egy alapvető kérdés. Arról szól, ami ma is aktuális. Honnan jöttünk, hova kerültünk, és hova szeretnénk visszajutni. Mert ha nem szeretnénk oda visszajutni, akkor valószínűleg esélyünk sem lesz oda visszajutni. Tehát valaminek történnie kell annak érdekében, hogy az ember, aki ebbe a világba megszületett, az az oda vezető utat megtalálja. És elindul egy olyan életből, amit most már a János evangéliumra vissza tudunk emlékezni Nikodémusnak a nagy kérdésére, hogy bemehet-e az ember az anyja méhébe másodszor, hogyha vél. És akkor erre jön a válasz, szélzúgását hallott, de nem tudott, hogy honnan jön, hova megy, és lényegében így van mindenki, aki embertől, lélektől született. Magyarul ezt nagyon megtárgyaltuk annak idején. Tehát egy átlag ember, és mindannyian azok vagyunk. Nem tudjuk, hogy kik voltunk születésünk előtt. Márpedig, ha van halál utáni élet, nehéz elhinni, hogy nincs születés előélet. Minden nép hagyománya, hogy a magyar népmesék is számon tartanak egy megszületés előtti életet. Számtalan népmese, csak nem figyelünk rá oda, mire elindul azon az úton, hogy tudjuk, hogy kicsoda, kiderül, hogy előtte már sok minden történt vele, és az elemzés, amikor földre teszi a dolgot, na ott született meg. Milyen egy Brunczit királyfinak a mesélet. Már réges-rég elindult a mese, és még mindig nem született meg. És nagyon szépen rávilágít például a magyar népmesei hagyomány, hogy előéletünk folyományaként olyan terheket tudunk magunkra venni, amit nem a karmából örököltük meg, tehát a úgynevezett ilyen típusú jelenségről, hanem egy lefelé vezető úton. Magyar népmesében ez többek között igen gyakran úgy jelenik meg, hogy amikor vállalja a mesehős azt, hogy ő magyarnak fog születni. Na most hogy lehet ilyet mondani? A vállára vesz egy lovat. Magyarul, hát ló világán, mert a magyarságot mindig is a lóval és a nyilas csillagképpel társították. Tehát az, hogy vállalja azt, hogy ő magyar lesz, és ebben a világ hónapban viszont a ló tulajdonságok milyen helyzetben vannak. Nagyon rossz helyzetben, tehát ez egy hírhes-görhes, lábra nem álló gebe. És mégis ezt választja. Csak hogy jön az első lépés. Kiderül, hogy a gírhes-görhes gebe, amennyire kis gírhes-görhös, annyira nehéz tud lenni. Hiába csontkollekció, mégiscsak van egy súlya. És a trágya lélek folyogál belőle. Vállára veszi, vállalja, és elkezdi vinni. Most a Brunczikból idézek. Viszi, nagyon nehéz, ledobja. Na, első tehertétel. Ezt neked majd valamikor le kell dolgoznod. Vállaltál valamit, aztán valahogy úgy gondoltad, hogy mégse. Na igen ám, de ez már azt jelenti, hogy megtagadtad őt. Ledobja a válláról. Ezt háromszor eljátsz ez az ominózus Brunczik királyfi, olyannyira, hogy amikor már úgy van, hogy a kis gírhes-görhös ló sem hajlandó semmire, hanem olyan, mintha megdöglött volna. Akkor Brunczik rátesz egy lapáttal. Azt mondja, na kedves lova, ha már így megdöglött, már itt kezdődik. Ha már így megdöglött. Nagyon sajnálom, na de semmi baj,
megyek a hóhérhoz, az lenyúzza a bőrödet, talán kapok érte valamit. Na erre a gírhes-görhes ló nem nehéz kitalálni talpra állt. Csak hogy gondoljuk végig az észjárást. Ma egy átlag magyar mit gondol a magyarságra? Azt, hogy meghalt a magyar, nemzethalál vízi. Na, édes hazám, ha már így meghaltál. Kár, sajnálom, mert ha beléptünk volna időben az Európába, akkor még azt a kis bőrödet sikerült volna úgy lehúzni, hogy még valamit kaptunk volna a bőröd. Tehát az észjárás élelmetes. Na minden esetre a ló megrázza magát, lesz belőle táltos paripa, és azt mondja a Brunzignak, na édes gazdám, ülj fel a hátamra, most én viszlek. És Brunzig érzékeny lelkű gyerek, tehát érzi, hogy itt valami mostanában. A betyár mindenütt, ezt az utolsó monológot nem kellett volna adásba adni, mert ezt ő mondta, a ló hallotta. És mondja, hát ő nem ül. Neki már az is nagy dolog, hogyha mellette jön. Na de a ló, hát az azért táltos, hogy felüljenek a hátára. Na minden esetre felül, és a felülés szó szerint felül a hátára. Felviszi a csillagokig, amikor már nagyon magasan kihűlik a leva. És a nagy magasból Brunzig zuhan lefele. És már azt hiszi, hogy szörnyet fog halni, és egyszer csak a ló alá megy. Ezt háromszor játsszák el. Miért? Mert ilyen típusú tehertételekkel hős, magyarként világba nem születhet meg. Nem tudja a hőstetteket végrehajtani. Tehát elő életbe, mert a mese szövetéből kiderül, Brunzig még mindig nem született meg. De már elő életében ledolgozza a hátrányokat, amiket elő életében elszedett össze. Na most végeredményben ilyen típusú világról beszél a gyöngyhimnusz. Tehát van egy születés előtti élet, van egy itteni élet, és van a visszatérés a születés előtti fényhomba való világba. És gyönyörű szépen kezdi el mondani, amikor még beszélni való tudó kicsi gyermek. Voltam édesapám házában, palotájában éltem, dédelgetett, kajkáltak, szerettek, körbevettek. Kicsit a más módon, de a Szent István intelmei Imre hercegnek hangvétele tér vissza, csak hogy a Szent István mondja úgymond Imrének, hogy eddig kis dédelgetett királyfi, kuvapárnák lakója, óvtunk mindentől. Csak itt most a királyfi, a pártus királyfi meséli el, hogy így indult az élete. És kincstárunkból most már idézeteket fog felolvasni. Kiderül, hogy az rendben van, hogy van egy ilyen fényvilág, fényhol, és minden nagyon jó. De a világ az végeredményben egy kerekded világ. És a világnak nem csak fentje van, hanem van lentje is. És az igazi fényben való megpróbálás nem azt jelenti, hogy örökké valóságig megpróbálatlanul, evilági tapasztalatok nélkül a fénybe, hanem lemenni a sötét világba, ahol van sötét, ahol van tehertétel, ahol van anyag, ahol meg is lehet halni. Na, onnan visszavinni a gyöngyöt. Ez a gyöngy, hát nem nehéz kitalálni, a manikeisták ennyire szerették, ez a bizonyos kis fény magocska. Tehát az anyagi világba elmerült fényeket összegyűjteni, és visszavinni a fényhomba. Na most végeredményben, ha nem is teljes egészében, de egy ember általában azért születik meg, hogy az itteni fényeket összegyűjtve, kamat megsokszorozva, talentum elrejtőire gondoljunk, és megforgatóira, hogy visszavigye a fénynek a honába,
abba a világba, ahol a teremtő ezt a világot teremtette. Tehát ez szó szerint egy küldetés. És kiderül, hogy kincstárokból, tehát még nagyon fönt vagyunk, nagyon magas szinten, égköves ruhákat kap. Na most ez az égköves ruha, ez minden értelmező, tehát akár római katolikus teológia irányából indul, akár mai gnosztikus szemszöggel nézi a világot, teljesen logikus az okfejtés, hát tulajdonképpen ez egy fénytestre vonatkozik. Ez a fényes ruha ugyanis szakasztott olyan szabású, mint ő maga. Tehát ez a fényes öltözet az ő alakjára tökéletesen ráillik. Na de mi történik? Elveszik tőle, és azt mondják neki, hogy ha majd visszajöttél, na de hogy tudok én oda visszamenni? Csak hogy ekkor még minden olyan gyönyörű, és könnyen elképzelhető. Akkor majd vissza fogod kapni. És így indul végeredményben maga a gyöngyhimnusz is, elveszik tőle az öltözetét, és elindul le Egyiptomba. Na most ez az Egyiptom, ez tulajdonképpen itt a földi világ. Tehát megindul a teste töltés irányba felé. És egy feladattal vagy. Egyiptomban van egy sárkány, vagy kígyó, ahány szöveg, annyi változat. Magyar fordítások, érthető, hogy itt a népmesék világa erőteljesen szólal meg. Általában a sárkányt említi. Egyiptomban, konkrét Egyiptom műveltség vonatkozásában, hát az ember inkább a kígyót emlegetné, és nem a sárkányt. Tehát olyan formában sárkány ábrázolásokkal, mint nálunk, vagy Mezopotámiában, még a késői korban sem lehet találkozni. Tehát ha azt kell mondani, hogy mondjuk egy magyar hagyományon belül minden a táltosló, akkor Egyiptomban minden a kígyó. Tehát ha van egy kultúra, ami köré kígyó csavarodott, vagy amiben kígyó ágaskodik, gyakorlatilag a kígyó mindenhol ott van. De tényleg mindenhol ott van. És itt lehet érzékelni, hogy bizony egy kígyó tényleg körbe tud venni valami fontos, drága kincset, de a sárkány is. Tehát most ezzel nem fogunk foglalkozni. Már azért sem, mert a sárkány is elhelyezhető az évkörben, és a kígyó is elhelyezhető. És ráadásul egymástól nem távol vannak. Mérleg keleti váltópárja a sárkány, de már a dekanátusai elkígyósodnak, koronás kicsi kígyó, és ez vezet aztán a skorpióba, skorpió keleti váltópárja pedig a kígyó. Na most régen is ezt minden szakmunka elmondja, hogy mivel a mérleg az egy meglehetősen, földről nézve jelentéktelen csillagképecskének tűnik, ezért vagy az egyik nagy csillagképhez rendelték, vagy a másik nagy csillagképhez, állatövi csillagképekről van szó. Ókorban általában a skorpióhoz rendelték, és akkor a mérlegnek ez a két ágas serpenyős része, ez a skorpió oldóját folytatta. Más alkalmakkor viszont az előtte lévő szűz vonzal körébe kerül, ez a keresztény egyházművészetben teljesen tiszta képletként jelenik meg. Van egy szárnyas angyal, mit tart a kezében? Mérleget. Tehát a mérleg keleti váltópárja a sárkány, a skorpió keleti váltópárja a kígyó, és a skorpió irányában, a kígyó irányában miért fontos? Van a mindenség feltételezett központja. Tehát ha valaki világegyetem nagyságrendben, világmindenség léptékben, ahol galaxisoknak a tömege jelenik meg, tehát ahol a tejútrendszerünk is gyakorlatilag csak egy ilyen fényköd távolról nézve a hatalmas világegyetem vonatkozásában, ennek a hatalmas világegyetemnek a feltételezett központja, és ezt az ókori, középkori hagyományok egymástól független hagyományok tökéletesen alátámasztják, tehát abba az irányba van. Hát ezért nagyon fontos. Ezért hogy ábrázolják Egyiptomban?
már az új birodalom idején magát a világegyetemet. Így van, saját farkába harapói kígyó. Tehát van a világegyetem, na de a világegyetem központja, és Egyiptomban is ismerték a skorpiót, mint skorpiót a skorpió csillagkép jelölésére, ismerték a kígyót, mint kígyót, a kígyó vagyis skorpió csillagkép jelölésére. Tehát az egyiptomi csillagászati hagyomány megértése azért hihetetlenül nehéz, mert egy állatövi jegy és csillagkép esetében legalább 10-15 állat alakos lehetőséget találunk meg. Ami már azt, nekünk már az is gondot okoz, hogy na jó, hol van a nyilas? Hol van a vika? És akkor képzeljük el, amikor a skorpiónál még bejön a krokodil mondjuk adott esetben, és a többit nem is apostrofálunk. És ott minden napábrázolás, hát azért túlzás, de általában, amikor domborműveken, vagy papíruszon a halottak könyvét, vagy a templomi, halotti templomok falfestvényével mondjuk a napot ábrázolják, mondjuk egy sólyom istenség fején. Hát alig vesszük észre, de mégiscsak. Általában a napot, amit ők legritkább esetben ábrázolnak napsárga színben, érdekes módon a szín vonatkozásában mindig az a vörös, az a piros jelenik meg, ami a felkelő és a lemenő napot jelenti. Ezt mindig egy kígyó fogja körbe. Mindig ez az éves Ureusz kígyó. Most a napot hogy fogja körbe a kígyó? Megint csak ugyanaz a helyzet. A nagy világ mindenség a kígyó csillagkép irányában van a feltételezett központ. De a nagy világ mindenségben van benne a mi kis naprendszerünk is. Tehát ettől a nagy világ mindenség kerettől Egyiptomban nem tágítunk. Tehát ezért jeleztem azt, hogyha Tamás Akták Gyöngyhínuszában valahol azt olvassuk, hogy lemész Egyiptomban, ahol egy kígyó, egy drága gyöngyöt ölel körbe, vagy lemész Egyiptomban, ahol egy sárkány fogja körbe ezt a drága gyöngyöt, tulajdonképpen ugyanazon a kozmikus mezőn járunk. Tehát gyakorlatilag ugyanabba az irányba tapogatózunk, tehát ez az egész világegyetem nagyságrendjén belül jelöl ki egy tartományt. Na most, elindul le Egyiptomba, megérkezik, de még mielőtt megérkezik, két kísérőt adnak hozzá. A kettős páros világot jegyezzük meg, szükségünk lesz rá. Tehát elindul lefelé, kap két kísérőt. De amikor elérkezik a határhoz, külön hangsúlyozza, Vajsan vidékének határához érkeztem én. Ez a határ, ez egy révhely. Ide futnak össze a világból mindenek, akik a világ valamilyen pontjára el akarnak jutni. Na most, ha ez egy révhely, akkor lehet érzékelni. Ez választja el az egyik világot a másik világhoz. És az a két kísérő, akit lefelé vezető úton megkapott, most mit mondanak? Köszönjük szépen, eddig veled voltunk, elbúcsúztunk. Ha csak nem ikrek lépnek be édesanyja méhébe, tehát ő egyedül fog megszületni. És ezek azok a leírások, hogy akkor mi van az őrangyalokkal? Hova lett ez a kettő? Na most ezt jelenti az, hogy embernek születni. Tehát vannak szakadékok, vannak törések. Tehát van, amikor töretlen a segítség, bár száll alá, de egyszer csak idáig. Akik eddig vigyáztak rá, óvtak mindentől, nem jöhetnek tovább. Embernek születsz. Tehát ez azt jelenti, hogy magadnak kell megmutatni, hogy ki vagy. Ennek érdekében magadat meg kell ismerni. És van egy elhagyatott pillanat, ez az elhagyatott pillanat kétszer fordul elő teljes egészében az ember életében. A fogantatás és a halál pillanata.
Tehát ott nincs kegyelem, vagyis csak az. Tehát ott tényleg csak kegyelem van. De ott az ember, az, hogy fogantatásnál egyedül vagyunk, úgysem tudjuk. Ez csak jól hangzik esetleg. Lehet ellenőrizni. Jézus mit mond erre vonatkoztatva? Lehet is ellenőrizni, mert éppen a Tamás evangéliumban, amikor az apostolok könyörögnek, hogy mutasd meg nekünk a véget. Mit mond Jézus? Kicsit keményen. Még a kezdetet sem ismerjük. Miért akarjátok a véget tudni? Ahol a kezdet, ott a vég. Aki ismeri a kezdetet, az tudja, hogy hol van a vég. Hogy lehet megismerni? És itt jön a gnosztikus tanács. Ismerd meg önmagadat. Tehát önismeret nélkül nem lehet világot, és nem lehet társat, barátot, embert, szerelmet, nem szerelmet, senkit nem lehet megismerni. Mai emberek túlnyomó többségére az jellemző, nem ismeri saját magát. Ezért félrevezethető. És sajnos becsapható, és manipulálható. Na most, említi Babilont, tehát egy szabályos útvonalat ad meg Egyiptomba vezető útra, és említ egy labirintust. Nos, ez a labirintus, ez maga az útvesztő. Hát ez lehet, hogy labirintus az mi? Ha ott eltévedek, hát ki tudja, hogy kikerülök-e. És még nem érkezett meg Egyiptomból, és még nem született meg. És kiderül, hogy a kettő között ott már elengedték a kezemet, itt még nem fogtam talajt, nem érkeztem meg. Kiderül, hogy van egy labirintus. Na, úgy tűnik, hogy a mennyiségi mutatókat mutató emberiség ebből a labirintusba szédül el, és amikor megszületik és végigéli az életét, akkor szegényként még mindig a labirintusban van, és nem tudja fölfogni a világot. Egyszer nem talál ki, nem talál be. Tehát amit a szomszéd megért egy pillanat alatt, én hiába győzködöm két évig, nem fogja megérteni. Tehát, hogy milyen különbségek vannak látszólag értelmileg azonos szinten álló emberek közül, az egyik élete végéig benne van a labirintusban, a másik pedig egy perc alatt kikerül onnan. Tehát terítékre kerül Babilon, terítékre kerül ez a labirintus, és megszületik Egyiptomban. Na most ez nem így jelenik meg, hogy megszületik, tehát lehet érzékelni. És pontosan oda megy a barlanghoz, ahol a sárkány kígyó a gyöngyöt őrzi. Tehát miért születtünk meg? Hogy azt a gyöngyszemet, azt a kincset, és gondoljuk végig, hogy az evangéliumok tel is tele vannak ezzel a gyöngyszem példázattal. Mai nagyegyház röstelni, legszesebben kitörölni a szinoptikus evangéliumok gyöngyszemeit. Miért? Mert a gyöngynek hatalmas nagy az aurája, hatalmas nagy az aurája, de nem ótestamentumi. Tehát ótestamentumi gyöngyhimnusz nincsen. Pártus viszont van, hindu viszont van, egyiptomi viszont van, szkíta viszont van. Tehát lehet érzékelni, hogy ez egy olyan minőség, ami nem etnikum specifikus, hanem ennek a bizonyos jelnek, a gyöngy az jó esetben ilyen gyöngyházkagylóban van. Tehát valaminek a mélyén, s régi szeretőmért mit meg nem cselekednék. Tehát valaminek a mélyén. És ott jelenik meg ez az igaz gyöngy. És a barátunk megérkezik egyből saját küldetésének forrásvidékéhez. Magyarul, akárhova születünk, elméletileg oda születünk, ahova el lettünk küldve. Tehát, ha Egyiptomba lett elküldve azért, hogy a sárkánytól a gyöngyöt hozza vissza, mit fogott látni? Ott a sárkány barlangja, ott a gyöngyszem. Már indulna neki, hogy titokban, amikor a sárkány éjszaka alszik, akkor majd azt a gyöngyöt, azt valahogy elhozza. Csak hogy ezek a sárkányok és ezek a kígyók azért nem ilyen bestiák. Tehát lehet, hogy két-három szemüket így lecsüklek, de még 23-at úgy, hogy az ember nem veszi észre, pedig így tartják. És hogy
akármilyen rossz sorba születik valaki, kiderül, hogy nincs olyan emberi élet, ahol ne lenne egy nálunk okosabb, bölcsebb társ. Tehát lehet, hogy egyszeri beszélgetésre jön össze. Tehát lehet, hogy valaki 80 évig él, és az az ember, aki életének útmutatója volt, mondjuk egy mező szélén, így egy 5 perces beszélgetés révén botlott mellé. És ennyi. Na de az volt az élet nagy tanítómestere. És ezt így is kell értékelni. És kiderül, hogy Egyiptomban mindenki más, tehát mindenki más, és ő ezért egy kicsit zavarba jön, hogy hát ha ez a sok más ember észreveszi, hogy ő más. Tehát, hogy ő tulajdonképpen ő fellőről jött, és nem egyiptomi egyiptomi. Ha ezt észreveszik az egyiptomiak, akkor mi lesz? És miközben ezen tipródik, tűnődik, egyszer csak észrevesz egy olyan embert, aki jó megjelenésű, daliás, jó adottságokkal rendelkezik, fényes ruhában van, és egyből észreveszi, hogy az ő nemzetségéből származik. Barátjává teszi, tehát szinte ilyen szkíta testvérbarátság, csak nincs tovább véve a gondolat, és elmondja a nagy titkot, hogy ő miért jött, hogy ezt a sárkányt kellene elbűvölni, a gyöngyöt pedig elszedni. És itt jön a tanítás. Rendben van, lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. De ha nem óvakodsz az egyiptomiak ételétől, szokásaitól, akkor soha a gyöngyöt nem tudod a sárkánytól elvenni. Ennyi a tanács. Most tömörítve és egy kicsit kegyetlen éllel, mert azért a szövegben ez olyan kicsit a baráti. Olyan nagy vonalú, de a lényeg az tulajdonképpen ez. És zokon veszi, tehát megfogadja, hogy így lesz, de megijed. Jön az első ijegység, az ilyen megfelelési kényszer. Mi van, ha észreveszik rajtam, hogy én nem e világból való vagyok? Szó szerint erről van szó. Az egyiptomiak észreveszik, és elkezdik kínálgatni. Finomabbnál finomabb ételekkel. Megkóstolja az evilági zamatos ételeket, és lehet érzékelni, hogy tulajdonképpen most léptünk bele a felnövekedés stációjába, már mindent elfelejtünk, még aki az anyatej szintjén van, valószínűleg emlékezzünk a csecsemők áldott bölcs mosolyára, meg időnként nézi azt, amit az ember már nem lát, ő viszont biztos, hogy látja, és egyszer csak kiderül valami. Hát ezek a gyerekek általában nem mindig így van. De mire megtanul beszélni? Ezt már megtárgyaltuk. Az emberi agy olyan, hogy egy nap alatt meg tudna egy világra szülött gyerek tanulni beszélni. De mire megtanul addigra, már annyira e világ felé nyílik ki minden antennája, hogy megszakad azzal a világgal való kapcsolata. Azt kell mondani, hogy az élet mestere ez zseniálisan intézte. És már az anyamébe 9 hónapig van egy ilyen szakadás. Tehát itt szakadások sorozata van, ahogy a gyöngyhimnusz is jelzi, miután ez a 2 évi kísérő szépen elindítja a testesülés felé, nem jönnek. Te mész egyedül, és az emlékek el fognak veszni. De nem végleg, ez pontosan olyan lesz, mint a tenger mélyén a gyöngyszem. Valahol a lényeg mélyén, az örök emlékezet ott marad. Ezt kell az életben majd megtalálni. És szinte beleájul a világba, elfelejti azt, hogy miért jött, elfelejti azt, hogy ő királynak fia, egyszerűen csak jól érzi magát. Gondolom ismerős a korkép és a körkép. Egyszerűen csak jól érzi magát, de ez nem így jelenik meg a szövegben, de mindent elfelejt. És itt jön a szépsége a dolognak.
itt a kígyó közelében van, az anyagi testi világ mélyén való ájulása révén. De akik itt vannak fönt, tehát nem itt emlékszik vissza először arra, hogy ő mit hagyott oda, hanem akik elküldték, azoknak elkezd fájni, elkezdenek szenvedni attól, hogy ő itt elkábult, hogy ő itt elaludt. Na most itt érzi az ember, hogy az ember soha nincs magára hagyva. Mert ez egy gyönyörű. Tehát gondoljuk végig, hogy ennél gyönyörű képet, ilyen történet vonatkozásában és tanítást, hát alig lehet tetten érni máshol. Tehát itt öntudatlanul a kélyek, a mámoroknak a langyos sárdagasztó tócsájában, világában fetreng, elfelejtett mindent, neki semmi nem fáj. Kinek fáj? Az atyának, aki a világra küldte. És itt jön tulajdonképpen a szépsége a dolognak, hogy itt fent, és itt hangzik el az, hogy Pártia királya összehívja Pártia főembereit, fejedelmeit. És mindenki a kapukhoz megy, kapukhoz, tehát ezek úgynevezett átjárók, hogy mit lehetne tenni mély álomba kávult fiunkkal. És tanácsot hoznak, és a lényeg a következő. Levelet küldenek. Tehát ébresztő. Ma úgy lehet ezt mondani, hogy egy olyan helyzetet teremtenek, ami alapján az ember rádöbben arra, hogy az élet sokkal több, mint amit itt a fizikai valóság mutat. Ez lehet egy klinikai halál, lehet egy sok hatás, lehet egy figyelmeztetés az élettől, lehet ugyanakkor egy hatalmas, egy kitárulkozó öröm, csak ebből nagyon kevés van. Tehát egyre biztos a hétköznapi ütemre alakuló, mákonnyal gerjesztett szint egyszer csak áttörődik. Tehát valami áttörik. Hát mivel ez egyetemes megváltás történet, tehát itt nem mindegy, hogy mi az, ami át fogja törni, egy levelet küldenek, csak hogy a levél sasmadár képében repül. Leírjuk azt, hogy levél, mert ez egy kép. Hogy tud a levél repülni? Hát körülbelül úgy, mint a Hermész és a Hármas. Tehát elerjémással hangzó kategória, tehát az elnek az erre a legközelebbi, és a miért a váltóhangja. PBVF, itt P-be megyünk át, az L pedig marad, és a levél szemünk láttára repül. Miért? Mert a levél az egy alakzatban két jelentést állít. Az egyik az levél, na de milyen levél? Hát a fának mondjuk a levelet. A másik viszont üzenet. Szó szerint üzenet. Tehát az üzenet most repül, milyen úton, az R megint megmarad, a V itt megmarad, és itt pedig el. Hát végülésről van szó. És azért ne felejtsük el, ha kígyó van itt lent, akkor sas lesz ott fent. Melyik évkör értségemben? Skorpió. Ami lefelé húz a testiség irányába, az kígyó, ami felemel, az pedig sas. Megint tudnivaló, hogy a földnevezetű bolygón mindenhol, tehát Ausztráliától Mexikóig, Tibettől Kárpát-medencéig, Mezopotámiától Nílusvidékig. A skorpió tulajdonságoknak ezt a végletességét. Tehát az, hogy van egy szárnyalási készség szellemi szinten, de mit tehet róla, ha már embernek született, van egy kevésbé szárnyaló képesség, de azért nagyon megmozgatja az embert, sőt, hát legkevésbé az embernek az eszét az úgynevezett ihletett pillanatok tudják elvenni. Azok hozzáadnak az eszünkhöz dolgokat. Ember eszét melyik testájon keresztül szokhat? Tehát bizony, és a skorpió az a mikrozodiákuson belül mindig ez a testáj. Tehát mindig ez a testáj.
Itt a szellem van, itt a lélek, itt a test. Tehát ez egy hatalmas, nagy test felé húzó erő, ránt le a test börtönébe, ne becsüljük alá, ahhoz, hogy emberi nem viszont fennmaradjon, mire van szükség. Hát ehhez az indítatáshoz van szükség, csak hogy nem maradhat így. Tehát ezt az erőt, ami tulajdonképpen nemzeni tud, gondoljuk végig, hogy ez mekkora erő. Ez ó, hát abból a kis nem tudom miből, tinktúrából, matéria primából, abból a kis fehér kis pöttyenetből. Hogy lesz emberi sors? Erre ad jó magyarázatot valaki. Tehát én most nem nevezem nevén azt a ható minőséget, ami ott kijön, na de abból lesz az ember. És nyilván nem abból, na de mégiscsak az indítja el. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy felülről leszálljon valaki, és még csupa lélek, csupa szellem minden, ahhoz, hogy testet tudjon ölteni, ahhoz akár elfogadjuk, akár nem, arra a vágyra van szükség. Tehát arra az erőre, arra az energiára. És ez hatalmas. Na de ahhoz, hogy vissza tudjak menni. Hát ha olyan mélyre mentem, már pedig az emberi nemződésnek ez a szintje, és föl akarok jutni, hát ez azt jelenti, hogy ezen a tulajdonságkörön belül meg kell találni a felfelé vezető lehetőséget. Megjelenik a sas. Tehát a kígyónak és a sasnak a konfliktusa, ami Mezopotámiában, az eposzban jelenik meg. A mexikói aztékoknak a címere, gondoljuk végig. Eleve a saját hazájukat, mert van 7 törzs, akik egy fehér várból indulnak ki, 7 törzsről van szó, és azt az utasítást kapják, hogy ott alapítsák meg új hazájuk fővárosát, ahol egy sas kígyóval látnak viaskodni. Egy kaktusz, virágzó kaktusz bokorra Egyiptomban, egyetemben. Hát a mai Mexikó címerében is ez a ábra van jelen. Tehát ez egy alapvető tétel. És megjelenik a sas. Tényleg megjelenik. És most már szó szerint a szöveg. Levél elrepült sasmadár módjára, merész szárnyával a madarak királya elrepült hozzámért, és élő beszéddé változott. Lehet érzékelni, hogy itt egy olyan nyelven megy a kinyilatkoztatás, ahol én a levélből a repülőbe át tudok váltani. Hát innen már az, hogy élővé válik valami. Hát még élővé, élővé. Tehát ez mind ugyanaz a sajátosság jelenik meg. És közben ő mély álomban van. Tehát el van kábulva. Tehát van egy hatalmas, megrázó erejű élmény. Álmomból felkeltem. Felvettem, csókoltam, olvastam, benne azt írták meg, amit én szívembe egykoron felírtak. Magyarul? Hát ez megint gyönyörű. Mint a mennyben, úgy a földön. Tehát amivel te útnak lettél bocsájtva, az itt van a szívedbe. Tehát semmi újdonság, hogy akkor most kap egy keretregényt új kiegészítő változatokkal, visszaemlékszik arra, hogy milyen feladattal indult el. Visszaemlékeztem azon életemre. Na ezért nem szeretik a gnosztikus manikeista hagyományt. Tehát ilyen, hogy mondtad végig, visszaemlékeztem azon életemre. Tehát még a János evangéliumban még úgy el lehet úgy a jelentőségét venni, ügyes ferdítési trükkökkel, de azért mégiscsak elhangzik. Bemehet az ember az anyámak mélyébe másodszor, hogy ha vén jön a válasz. Szélzúgását hallod. Nem tudod, hogy honnan jön. Magyarul nem tudod, hogy ki voltál e világi életed előtt. És nem tudod, hogy hova megy. Hát ki az, aki tudja, hogy hova megyünk? Én is tudom, persze az ember tudja. Na de, ki tudja igazán? Hát aki megtette az utat.
Tehát hiába bátorítjuk egymást, meg noszogatjuk, hogy ó, ugyan már nem tesz semmi, meg fogsz halni, egyből jön a nagy fényesség. Hát azért egy kicsit kacifántosabb a dolog, mert ami jön, az egy túlvilági út. Egy túlvilági út. És erre az útra kell felkészülni, és mi ezt az utat nem vesszük komolyan. A hosszú útról visszatérni nem lehet. A szerelmet eltitkolni nem lehet. Miért? Mert a szerelem szélesebb a tenger vizén. Árvább vagyok a lehulló levélnek. Tehát ami az egyik partról átvisz a túlsó partra, az nem ideológia, nem eszme, hanem úgy hívják, hogy szerelem. Hogy ez hon szerelem, Isten szerelem, milyen szerelem. Ha ez a szerelem nincs, nincs erő, ami át tud vinni. Miért? Mert a halál szélesebb a tenger vizén. Más változatban, ugyanebből a népdalból, jaj de széles, jaj de hosszú, az az út, amelyen az én rózsám elindul. Térj meg, babám, térj meg a te hosszú utadról, emlékezzél a tegnap esti szavadról. A hosszú útról visszatérni nem lehet. Tehát ez egy nagyon nagy talán. Tehát olyan elindultam a halál útján, és majd visszajöttem. És gyerekek, semmi probléma, Kánaán. Az első 7x7 nap ugyan lidérc nyomással telik el, de aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. Tehát akiben ez a hívó hang, mert erről van szó, ez a hívó fény nem homályosul el. Ezért mondja Jézus, elemeztük a János evangéliumot. Senki nem jöhet én hozzám, ha az Atya nem vonza azt. Most ezeket a mondatokat úgy szeretik leönteni egy ilyen rózsaszín túlvilági generálszusszal. Túlvilág nem internacionalista, nem hierarchikusan szervezett. És van egy apróság, amit Jézus soha nem rejtett véke alá. A te tetteid követnek. Na most mi tud igazán kellemetlenkedni egy helyzetben, amikor már nincs földi test? A te tetteid követnek téged. És ami itt egy hangyányinak tűnt, ott milyenné lép elő? Kiderül, hogy egy hatalmas nagy akadályként tornyosul fel. Tehát hangsúlyozom, ez most nem, nem pessimista hangoltság és előkészítés, csak arra való figyelmeztetés, hogy amit őseink évezredeken keresztül halálosan komolyan vettek, azt mi ne bagatelizáljuk. Mert most a bagatelizálás időpontja van. Tehát úgy jelentéktelenítünk. Ez egy óriási. Amennyire nehéz megszületni, hát életnek és halálnak ugyanaz a kapuja. Ott is támad egy nehézség. Tehát felébred, és elindul szépen visszafelé, hát én most már itt be fogom fejezni. Egy idézet részletet még felolvasok, mert ez mindennek a kezdete és vége. Elérkezik, a visszaérkezik. Tehát viszi a gyöngyszemet, beveszi a kanyarokat, tehát ugyanazon az úton megy vissza, amelyiken jött, és elérkezik a határhoz. És akkor, amikor ott annak idején ketten visszafordultak, itt most egy valaki őt várja. Na de hogy várja? A csodálatos, rászabott fényruhával várja. Tehát ez maga a fénytest, tehát a fényi válásnak a stációja. Csak hogy, és ez a félelmetes tétel. Ahogy megláttam, én az öltözékemet. Olyan volt, mintha csak tükörképem lenne. Tehát ebből lehet érzékelni, nagyon rossz fordítás az, hogy öltözék, az, hogy ruha. Tehát itt a fordítók valami, nyilván nem tudatosan, hanem olyan kicsit olyan hevenyészet módon. Hát olyan ez az öltözet, mint a tükörképem. Tehát lehet érzékelni, ez én magam vagyok, csak nem anyag, húsvértest, hanem fénytest. És most ezt a kettőt kell egyesíteni. Tamás evangéliumban Jézustól, amikor kérdezik,
hogy ki üdvözül, hogy lehet bemenni, ezzel kezdni. Aki a kettőt egyé teszi. Na most itt vagyunk. És emlékezzünk a Szent László legendára. Most én fogalmazok itt. Unos, untalan, mi jön elő a Szent László legendára. Az, hogy Szent László megáll valakivel szembe, aki vele szembe van, ez elméletileg a kun vitéz, gyakorlatilag kicsoda, saját maga. És meg kell viaskodni az örökkévalónak a halandóval. De ebben a világban, tehát hogy melyik énünk, most nehogy valaki ilyen elmegyújtani esetre gondoljon, de melyik énünk kerekedik életünkbe felül. Mert minden két esélyes. Van egy rossz kifutási lehetőség, ez lustaságból, hitványságból, gyávaságból, fölösleges lemondásból, tétovázásból, utána nem járásból, tehát ez a rossz szokásainkból adódik össze. És van olyan, hogy néha úgy megvillan. Hú, de jól jött ki a lépés. Na de ez is hol lakik? Ott van bennünk. Tehát minden ember életében ez a fajta kettőség, és néha viaskodik. Most triviális dolgokat mondok, de amikor az ember mondjuk saját lustaságával naponta megbirkózik. Saját lustasága föltözterepti. És mit mond? Ma még nem csinálom meg, most saját példátokat egyébként. Ma még nem, de majd holnap. Na de eljött a holnap. Kicsit már szorul a hurok, de az ember megnézi a naptárát, és ez hát holnap ugyan nem, de 3 hét múlva, majd keddi nap. Most ez apróságnak tűnik, de mindenre rányomhatja a bélyegét. Tehát ilyenkor az embernek nem a jobbik énje szólal meg, hanem hát az a kicsit olyan amúgyan adja a tanácsot. És sokszor azt a tanácsot járni. Na most itt megjelenik ez a kettőség, és itt érti meg az ember végül is az egyiptomi lélektant is. Egyiptomban a legfontosabb lélektípusok egyike, háromról beszélnek. Az kicsoda? A szakasztott mása annak, aki valaki. Mi különbözteti meg a kettőt az ábrázolásokon? Mondjuk ilyen fáraó szobrokon is előfordul, tehát van a fáraó, és honnan tudja ma mondjuk egy jószemű ember, hogy az nem a fáraó, hanem a fáraónak a lélekteste. De az szakasztottul néz ki. Hát úgy, hogy a fej tetején van egy ilyen pózban megörökített két kar. És érdekes módon ez a ká-lélek. Milyen nyelven akar valamit a ká-lélek mondani? A karral jelzik. Milyen nyelven jelzik? Tehát két kar így föl. Magyarul jel. Hát mondjuk ki, most ezen ne veszünk össze. Tehát magyarul is érthető, inkább így fogalmaznék. A mai egyiptológia nem érti, ezért nem tud vele mit kezdeni. Tehát nem tudja azt, na nem részletezem, hogy mi minden nem tudnak, tényleg nagyon sok mindenünk. Na de az ugyanúgy néz ki, csak hogy a fizikai test ugyanúgy, a külső az meghal, ez pedig, aki ugyanúgy néz ki, örök életű. És van egy pillanat, amikor az egyik kilép a másikból. Ez melyik? Ez a halál pillanata. Tehát ha én megtudom az öntudatomat, identitásomat őrizni, ami nagyon nehéz. Miért? Mert érzékszervek felmondják a szolgálatot. Hát gondoljuk végig azt, hogy egy álomból való ébredés után már adott esetben mennyire nem emlékszünk saját álmunkra. Akkor mi van a halál pillanatában? Mennyire nem emlékszik esetleg saját életére? Na most a szellemi típusú létező, aki azonosul te világi küldetésével, hát mint a népmesékben, amikor feltámad a mesehős. Nem másként megy tovább, hanem ugyanő, csak 7-szer szebb, 7-szer erősebb. Tehát ez történik. Ez jelenik meg a szembesítés pillanatában. Tehát
Olyan volt, mintha csak tükörképem lenne. Magamat benne egészében szemlélhettem. Általa láttam meg, ismertem magamra, hogy egy létezőből mi két részre váltunk. Tehát van egy halandó énünk, és van egy halhatatlan énünk. És a probléma az hol van? Most egyszerűen fogalmazok. E világi élet mintázata alapján vagy a halandó énünk kopírozódik rá a személyiségünkre, de akkor az mit jelent? A személyiség vele fog meghalni, vagy a halhatatlan énre. És akkor az mit jelent? Halhatatlanná fog válni. Most újra egy lettünk, egy alakzat által. Az öltözékemet hozzó küldötteket hozzá hasonlóan kettőnek láttam én, és itt már az ikrek típusú működésrendet is meg lehet érteni. De kettőnek is csak egy alakja van, mivel ez a kettő ugyanazon királyi pecsétet viselte. Tehát, hogy érthető legyen, ha más nem, és én ezzel be is fejezem, mert most már az üdvözüléshez ez amúgy is sok, több egy előadás véghezviteléhez még nagyon kevés. Tehát gondoljuk végig a Szent László legendának ezt a érdekes helyzetét, hogy tulajdonképpen a nő az a világot jelent. Tehát benne vagyunk a világban. Van egy olyan énje, ami repítené fel, és repíti is fel. Van egy olyan énje, és ennyire látványosan, amikor a kunvitész, ő nem kun etnikailag. Ő etnikailag, idézője, a falu bikája. Tehát emlékezzünk a székelyderzsi falfestményre például. Ilyen kufók arc, élvetek, tekintet, a nő ott van. Tehát ez a fajta hozzáállás. Tehát a testi vágyak. Most a testi vágyakat ki tudja bennünk megfogni. Nyilván nem a nőt kérjük meg, hogy drágám, édes, gyere hozzám ezt a kis huncut kis testi vágyat végezz. Olaj a tűzre. Egy nagyon magas szintről, maga Szent László fogja saját magában vissza. És ez egy nagyon kemény küzdelem. Miért? Mert itt vagyunk a testi világnak a szintje. És a nő által megörökített világ, hát az nagyon vonzó világ. Hát ő férfi, a nő pedig nő. Tehát amit a nő típusú világ adhat, azt a kunvitész el akarja élni. Na igen ám, de a nő típusú világnak van egy olyan szintje, ami a Szent László legendából kiderül. Hogy ki az, akit a nőből kiszabadít maga Szent László azáltal, hogy nem csak a testi vágyaknak enged ebben a kapcsolatban. Ezt László Gyula is leírja, ábrázolják is. Szűz Mária. Tehát minden nőben benne van ez a legmagasabb női típus. Ha valaki véletlenül már a pártáját eldobta, ne sírassa. Ez egy butaság. Gondoljunk Szent Erzsébetre. Érdekes módon, ez nem olyan kérdés, ha valaki nőnek születik, férfinek születik, ebbe a világba születik. Ha azért született, hogy legyenek gyerekei, akkor lesznek gyerekei. Akkor nem Szent Margit útján jár, hanem Szent Erzsébet útján. A szentség a kérdés. Azt eléri, vagy nem éri el. Az összes többi csak ilyen hivatkozási alak, hogy jaj, miért nem. Hát azért nem, mert nem. Tehát visszatérve, örök hatalmas nagy harcok, és hát Szent László sem Szent Imre. És gondoljuk végig, nem Szent Imrének lesz Jézusi arcvonás a templomi freskókon, hanem bizony Szent Lászlónak. Tehát ezt a küzdelmet megvívni, ez nem akármilyen küzdelem. És végeredményben a pártus gyöngyhimnusz is, amikor úgy rébuszokban egy kicsit ezt a kettősséget emlegeti. Pontosan erről beszél. Tehát itt bizony csatatér van. És nem ott kell a halhatatlanságért megküzdeni. Miért?
Hát ez nem kérdés. Itt a halandó világban megküzdeni a halhatatlanságért, és halhatatlannak lenni, na az már azt jelenti, hogy pártos királyfőnek érdemes volt Egyiptomban kalandozgatnia. Na, köszönjük szépen itt a figyelmet!